Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után 16 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, Feri, Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt. Hallgatok, kapjon mindenki egy tapsot. Na, és a csütörtök is. És a csütörtök is, Miss Csütörtök is, aki itt lesz majd velünk. És hát a kis péntek, hogy szoktuk hívni? Azt mondja, hogy a hét legboldogabb napjának pitvara. Igen, a hét legboldogabb napjának pitvara. A kis csütörtök, a csütörtök hajnala. Mert hogy újra csütörtök, újra. Ja. Újra és újra. És jól is nézett ki egészen addig, amíg ide nem értem a Népligetig, ahol újra elkezdett esni ez a nyomorult eső. Tegnap kaptunk rendesen. Fú, hát az egész nap egyébként nagyon nyomorult volt ebből a szempontból. Aztán reggel kijöttem, hátra megyünk egy picit pipilni, kicsit megkönnyebben jön a kis hólyagja, a kis kutyusnak. Persze, csak együtt mentünk aztán. Igen, és akkor ilyenkor jár ugye ez a kis uralkodói többes, és akkor jöttünk, és nézem, de szép csillagos az ég, nem esik az eső. Ha, te jó, basszus, hétvégre úgyis megint esőt mondanak, legalább akkor ma nem. Erre már nem. Mi volt? Hát erre megérkezett a jobb kis eső. Kell a földekre, tudod? Kell az, februári eső az nagyon kell, a hó az még jobb lenne, de hát sajnos tényleg a gyermekeim már nem igazán fogják tudni, hogy mi az a hó. Nézem gyorsan a hétvégét egyébként, és igen, szakadó eső péntek, szakadó eső szombat, szakadó eső vasárnap. A legközebb jövő szerdán mutat valami napot, de hát ez elég sűrűn változik az applikáció maga az időjárás. Úgyhogy nem sok jóval tudunk kecsegtetni, azon kívül, hogy itt vagyunk és próbálunk. Mindig egy kicsit segíteni, hogy jobb legyen a csütörtök, meg jobb legyen a hét. Hát ami az időjárást illeti, az egyelőre még egy picit fáradt magára, de már alakulunk. 17 óra 22-23 körül sötétedett be tegnap. Te ennek betege lehet. Én abszolút. Egy Excel táblát javasolnék a konyhafalra kifüggesztve, és a megfigyeléseit fogja rögzíteni. Sebestyén Balázs és a napremente. Ilyenekbe kell kapaszkodni, hogy meddig van világos. Ha még ugye nem tudsz kimenni a gyerekkel, mert rossz idő van, de legalább már látod, hogy majd, ha jó idő lesz, akkor meddig tudsz kimenni. A gyerekek nem sokára rövidülnek a nappal. Újra karácsony. Ahogy szoktam mondani, lassan megjelennek a kellemes ünnepeket. Kellemes ünnepeket táblák. Na, mi újságban, mindenkivel minden rendben, nagyjából gondolom. Hát, srácok, idén is van ugye európai évfája verseny, ne felejtsük el, egy percig sem, ez egy nagyon jó dolog. Kinek szurkolhatunk? Hát szerintem legyen Magyarország, akinek szurkolunk alapvetően. Ja, már azon belül Bátaszék legöregebb fája, a Molyhos tölgy. Nagyon jól állunk. Nagyon jól állunk a versenyben, de a csehek jönnek a nyakunkra. Nem hagyhatjuk. Nekünk Molyhos tölgyünk van? Nekünk az van Molyhos tölgyünk. De mi az országfáj, vagy különböző országfáj verseny? Európa. Egész Európán belül. Nekünk a picit is meg kell becsülni. Ha győzhetünk egy versenyben, hát győzzünk. Uh-huh. Győzzünk, és ezek a csehek jönnek ezzel a nyomorult ezer éves hársal. Beállítjákról senki sem tudja bevizonyítani, hogy ez ezer éves, ők így hívják, hogy ezer éves, mert ez olyan bombasztikus, de mindenki tudja, hogy gyerekek, ne aprózzuk el, egy ajándékcsomagért vágja ki valaki a szarolt fát nekik. A csehekét? Persze. Na most figyeljetek, jön a nyakunkra. Ez az aranyos, ez a szavazás, meg nyomjunk enter, fogjatok egy fűrészt, vágjátok, ezt nyerjük. Jó, biztos se kérdés. Baliék mondták. Kap egy ajándékcsomagot, aki kivágja a gyereket. Na, tessék. Szavazatok Bátaszék legöregebb fájra a Molyhos tölgyel, és ezzel párhuzamos, ahogyha Csehországban jártok, és ez vágjátok a gyerekek. Valamit nyerjen már ez az ország. Hát akkor, ha máshogy nem, akkor így, hogy fekete símaszkos csávok kivágtak, hogy 460 éves, nem tudom. Egyébként az milyen lenne? Magánterületen álló. Ki új fotót közlünk az ezer éves Hrüvcsek család, grófi család fáját kivágták, tudod? És ott lenne egy kis tábla, sok szeretettel, srácok, csak nektek. Győzön, ami fánk is kivágná, tudod. És a végén az lenne, már csak hárman vannak versenyben. Jó, akkor ki a következő? Jó, mondjad. Ki a következő? Franciák, németek? Jó, hát figyeljetek, azt mondja, hogy a spanyolok. Ez egy picit hosszabb ideig tart az utazás, de úgy látom egyébként, ez egy elég csenevész van, nem nagyon van lombja. Ki vele? Az egy fenyő tölgy. Nem győzhet egy spanyol fenyő, ráadásul. Ne vicceljetek már. Nem vicceljetek. Ez olyan lenne, mint egy magyar pálmafa, érted? Egy spanyol fenyő legyőző már. Ez vágjuk ki, azt nonsens lenne. Igen. Hát spanyol pálmát, meg illetve magyar pálmát, meg csak ugye az állat is növénykertben lehet találni, de ott meg ugye veszélyes.
Hát ott nem. Bizonyám. Vágjátok ki azt, aki Spanyolországban jár, intézze a fát. Félreértettétek te, ne a csehekre szavazzatok, mert most, hogy elkezdtek róla beszélni, megindult fölfelé ez a nyomorult ezer éves hárs. Nem szavazni kell. Balázs mondta, kivágni kell. Jó? Kivágni. A milyenkre szavazatok? Magyarország. Bátaszék legöregebb fája, a Molyhos tölgy. Na. Bátaszék. Meg lehet nézni egyébként? Mert meg. Molyhos. Nem meg oda lehet menni. De egyébként nagyon csinos kis kápolna is van mögötte, van mellette egy feszület. Nagyon szép. És hát mutatós, jól néz ki. Bátaszék gyerekek, olyan kolbászok van, Stelz bácsi. Ó, teljesen rendben van. És sokszor én szoktam, hogy évről évre mindig nézegetem ezt a versenyt, és sok esetben, tehát látsz rajta egy fát, imádod a természetet, persze, nagyon szép kis növény, stb., de hogy igazából semmiféle látvány nincsen. A bátaszéki Molyhos tölgy mellett legalább van egy kápol, egy feszültet, hát az aztán nagyon nem, csinos, helyes, nagyon hangulatos kis helyről van szó egyébként. Ugye az egésznek van hangulata, van milliója. Rá lehet látni az egész város. Hát gyönyörű. Szép. Tényleg az. Szép. Tényleg. Rendben van. Kivágni a többit. Ennyi. Én ezt csak így tudom megoldani. Az összes többi, de jó, de írjátok fel azt, amit nem. Tehát vagyok hajlandó elveszíteni. Azt ne érts senki. Molyhos tölgyre szavazni, többit kívánni, ugye? Ennyi. Ahogy mondjuk szokás, hogy győzelem a fontos, hogy milyen áron, milyen módszerekkel. Gyerekek, meg kell nyernünk. Meg kell nyernünk. Voltam bevásárolni, tegnap hoztam nektek ajándékot, sajnos csak egyet tudtam. De azt mondja, na végre. Na, eszünk valamit? Kérlek szépen, igen, ehetsz, meg is eheted. Ez már a Valentin nap. Ó, maga, úgyhogy... Mi az? Egy gyönyörű piros alma. Hát ez dug fel a seggedbe. Oké, ja? Dug fel te. Ekkora paré vagy. Dug fel a seggedbe. Hát most mit csinálják? Kérlek szépen. Nézd, egy darab alma. Ma a konstruktív ötletek napja van. Vágjátok ki azt a nyomorult, hogy cseh ezer éves. Én ma ilyen leszek tízeráig gyerekek. Én ma a mérges kismalac vagyok, érted? A fát vágjátok ki, dug fel a seggedbe, és hoztál, amit nem. Jó van, szakadjon rád a ház. Van rajta egy szív, meg egy I love you felirat. Rohadt jó. Mit csinálják vele? Nem neked adom, Jani. Nézd meg, hogy milyen jó, milyen okosan megcsinálták, hogy úgy van, hogy piros az alma mindenütt, de ezt valahogy kihalványították, avagy nem hagyták bepirosodni ezt a részt. Nem hagyták bepirosodni, hanem van egy ilyen. Jó, le volt ragasztva valószínűleg. Le volt ragasztva, és ami a maga a ragasztás, az megszívja kicsit az almát. És de akkor nem tök jó. Nem. Micsoda? Dugjon fel a seggembe, mi? Mert ez jó, hazaviszed, add vissza, akkor visszaviszem, ez a BKJ volt, úgyis csak mondom, elhozom, mert... BKJ volt? Ugye? Hát már ekkora nyaller vagy, hogy már Valentin, már csütört, szerdán este odaadod a Valentin napi ajándékot. Hát most ez az alma, hát mi történhet vele? Olcsó megúsztad. Én nem vagyok, én pénteken, tudod, hova megyek meg disznót vágni. Hát ezért nyomott ezt a Valentin napi nyalereskedést már szerda este. Furdalra mondod, ezt hogy elmész? Nem furdalra, hogy furdalra, minden évben ilyenkor megyünk. Nem, semmi nincs benne, csak mondom, milyen jó pofa. Feláras. Hát csak kérdezem. Az feláros. Ezért drágább, nem is kevéssel, ezért, de sóher vagy te, ne vegyél Valentin napi almát, hát, 200 forintért. Ezt nem terveztem, egyébként csináljátok, úgyhogy keverjétek be az egyébként kilós almába, jó? Forgassátok beljebb, nem áll, látszik Jani, rajta ez az állandó felirat, és akkor olcsón megúsztátok a dolgot. A vitamin a lényeg. Szerintem az almában a vitamin nem lehettek ilyen érzéketlen tuskók. De nem. Ha hol nem? Nem le, mert ez szép, mert aranyos. Mi? A tuskóról jut eszembe a cseh hárs. Mit csinál? Már csak tuskó legyen. Nem felejtsétek, hogy vágjátok ki az összes rohadék fel. Mi? Hát, hogy milyen szép dolog. Egy almában fáradt, ez egy gyönyörű alma, ami olyan aranyos, hogy így most van. Most hype-olod a saját ajcsidat? Most tényleg behoztad, és itt hype-olod a sajátodat? Hát ez olyan, én vettem volna egy doboz bombont, elhoztam volna az üres bombonos doboz, és elkezdtem volna hype-olni, hogy milyen. Ez nem üres alma, ez egy rendes alma. Ez maga és ezt adtad a békának? Most nem ez a kérdés, hogy mit adtam a békának, mert ez semmit nem behozta a saját Valentin napi ajándékát hype-olni. Hát ez ne hiszed. Hát most nekem szól ez az ünnep, neked szól. Odaadta majd azt mondta, béka, add vissza az ajándékot, be kell minden megmutatni a fiúknak, hogy én mit vettem neked. Ezt nem behozta hype-olni a saját ajándékát. Nem, hogy ez milyen aranyos, hogy rajta van, érted? Hogy egy apróság, egy előajándék, egy kis... Hát nem szép. Micsoda? Egy almán egy ilyen félre... Kérlek, nézd meg! Látod, félig kiszívott I love you felirat, kicsit ferdén, egy ilyen félig rotható almán. Hát ez...
a te életed egy nyomorúság, Sebestyén Balázs, a te életed egy kiüresedett nájlon zacskó. Az én sekélyes lelkivilágomnak ez nem mozgatja meg, lelkem húrja itt, nem pedig meg. Egy Jonathan almából kiszívott I love you felirat. Ha megfogadod végül is Balázs tanácsát, akkor jól lenne Feri, hogyha mondjuk, mit tudom, egy 8-5, mert akkor felraknánk az Instára. Mit? Hát az akciót, hogy beleülsz. Az bizony. Szerintem egy jó poszt lehetne ebből azért. Hát olyan aranyos, ti meg így, hát, na te miért, te mit veszelnek? Semmit nem veszel. Fogadjunk. Valentinra. Viszed valahova? Nem viszed. Tudod, mi lesz hétfőn? Bejövünk, és azt fogod mondani, hogy ott ültünk egész nap, mert esett az eső. Ez lesz, érted? Már látom. Az a durva, hogy látod a hétvégeinket. Tényleg ez lesz. Tényleg így van. Esett az eső. De otthon szeretetben, boldogságban összebújnak. Az mondjuk igaz, jó. Hát most nem ez a kérdés, de hogy egy piros egészség. Nem sok. Engem nem érdekel ez a Valentin nem annyira. Sok. De persze, mi nyilván veszek valamit a Vikinek, mert elvárja. Engem az érdekel, hogy a Patrik ki tud levárni. Elvárja. Hát ne elvárja. Ünnepi szex lesz, masnit kötök a farkamra. Új, de jó vagy. Pirosat? Ez nem tűnik rossz. Tessék? 6 óra, még alszana. Most mi farok? Farok. A kutyának van farka. A masni verte ki a biztosítékot. Az durva volt. A farok nem ronda szó. Hát én azért igazán a masninál azért, hogy hívják. A kutya farka. Ünnepi masnit. Jó, akkor ünnepi kutya, ünnepi masnit kötök a kutya farkára. Ja, már én bocsánat. Így ronda, így nem ronda. Vagyok, masnit mond még egyszer. Masnit kötök a... masnit kötök a kutya farkára. Na? Kutyát veszel nekik? Basszus, elárultad, de jó, hogy a gyerekek még alszanak. Egy kis árfej? Egy kis masnival a farkán. Igát. Én nem annyira szeretem a Valentin napot, de nyilván a nők örülnek valami kis apróságnak. Biztos, hogy teszek pénzborítékba. Én tiszta pizsamát húzok. Én biztos, hogy mondom pénzt, hogy beleteszek borítékba. Nekem ez tetszik. De hogy is nem. Szimpatikus. Nyilván a csajok örülnek, de én nem vagyok, én jobban szeretem a karácsonyt, a szülinapot, de én a Valentin ettől kicsit, hogy fázom. De a szülinapok közül is elsősorban a saját szülinapodat. Mini veszek magamnak a szülinapomra. Nem tudom, hogy működik a női lélek. Én a női lélek nagy értője vagyok. A női lélek nagy ismerője. Uh-huh. Már szombat este bekészítem az ajándékot. A húsvétit. Aha. Csak jól ledugom. Igen, ismered a női lelket, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk táplálod mindenféle ilyen kis... Ilyen. Na most miért csendesedtél így el? Mi van? Hát nem mindegy, hát akkor most hagyjuk a francba. Semmi, elgondolkodok ezen a masnyi sztori. Elgondolkoztam azt a szói, vagy a almádon, amit hájpolsz itt nekünk. Már azon gondolkodik, hogy rózsaszín, piros vagy zöld legyen a masnyi, amit ő is majd fölköt. Nem masnyizok én semmit, nekünk nem. Nincs rá szükség. Jó, az masnyi nélkül is. Istenem, a romantika, az érző szív, a kihat belőled minden érzés. Szóval tényleg egy almával akarod most, nem elmész három napra, itt vagyod a családodat, elmész berúgni, megölsz egy csomó állatot, és egy rohadmányos almával akarod ezt jóvá tenni, úgyhogy ezt még hájpolod is, hát tenni. Nézd meg, nem hát akarom. A szememről leég a bőr, ez nem kell az jóvá arcomról, tenni. A pofánról. Ez normális dolog, hogy az ember, férfi ember elmegy élelmiszert szerezni a családjának, csak behoztam, mert jó pofa, mert tegnap voltam vásárolni a családomnak, hogy tudjanak szerezni a családodnak. Így van. Lerészegedni, disznót ölni. Így. Három van. Napig duhajkodni. Így, ahogy mondod. És egy almával kiszúrod a szemét. Hát szép. Nem egy almával szúrunk. Nézed ki a szemét. Nézed még a májas hurka szívalakba. Az biztos is. Most tudod, hogy örül neki? A gondoskodásnak, a kolbásznak. Na, és megláttam, tegnap gondoltam, jó pofa lett, hát rohadjon meg az alma is, meg te is. Hát, az, hogy? Na miért? Most mi a bajod ezzel? Olyan szép. Aha. Szép. Na mindegy. Ja, akkor figyelj, lesz az Instára poszt, vagy másik, nem lesz? Ne lute, de engem, ne én engem hallgatok, érdekelek, adjunk nekik is valamit. Tehát legyen az Instára egy poszt arról, ahogy rendeltetésszerűen használod ezt az almát. Uh-huh. Nem akarok ezzel az almával foglalkozni, elteszem, majd odaadom valakinek, kész. Boldog Valentin napot! De szépen! Szerda este már a Valentinra gyúrád. Ezt a papucsot komolyan mondom. Valaki azt írja, nem is papucs, mamusz. Aha. Én. Ja. Hogy lehet, tudod, egy ajándékból is rosszul kijön, nem is papucs, mamusz. Még én is kapom. Balázs, te vagy az évfáj, akkor a tuskó vagy. Jaj, Jocsi bácsi, smiley-re elküldte, köszönjük szépen. Én ma így ébredtem, gyerekek, hát nem tudok minden nap mindenhez mosolyogni, hát most ma ilyen vagyok, hát baj ez? Tessék? Mindez. Baj ez? Jó, nem, ti csak én is erre, ember vagyok, hát tízig kell, erre számítsunk. Ma kicsit ilyen leszek. Jó. Na. De hogy a francba van az, kicsit nem tudok leugrani erről a vonatról, hogy van az, hogy arról beszélünk, hogy a molyhos
tölgy jöjjön fel Magyarország, mi nyerjük, és egyre több a szavazat a cseheknél. Valamit mert, nagyon... mert hál' Isten a hallgatók hogy most érzik, hogy ez egy dögunalmas dolog. Felmenni, és amit mondasz, arra szavazni. A hallgatók jó arcok, velem vannak, mondtad, hogy erre csehek. Szavaznak, és direkt elkezdtek nem a csehekre szavazni, érted. Mert tudják, hogy ezen fogsz lézig lovagolni. Én ezt kicsit bírom, amikor azt mondja, szavazatok a fára, fölmenek, és maradunk, alul marad Budapest másikra. Prágával szembe, állandóan marad, már egyébként turizmusra simán leverjük őket. Tényleg? Most olvastam egyet, hogy nagyon jók vagyunk. Igen. Akkor az évfája versenybe is nyomjuk le őket a francia. Igen, a menekült áradat nem tett annyira jót Budapestnek sem, megijedtek, de hogy nagyon jól állunk a régióban, most már Prágát is lenyomtuk, de én bírom a hallgatókat, amikor azt mondta, hogy szavazatok a magyar évfájára, fölmenek és megküldik a cseheket. Mert egyébként rohadtul nincs jelentőség egyébként, tehát most tényleg komolyan mondom, de hogy én azért ezt szeretem, de. Hogy ők ennyire, rajtunk szocializálódtak, na hát ez a helyzet. De akkor már ott van, teljesen az ellenkezőjét csinálják. Egyesült Királyság Wales a túlélőtől 81 szavazattal. Hát szegények, érted? A cseheket támogassatok, mert elhúztak 3000 szavazattal. Oh. Igen. Na mi van? Semmi, szavaztam a fára, legalább én a Janival vagyok, érted? Nem vagyok olyan ízé, mint te. Nem is olyan rossz ötlet ez az alma. Én nem szavazok magyar fa ellen, én csak rögök azon, amit a hallgatók csinálnak. Én nem szavazok magyar fa ellen, nem nyomok. Hol van ez az oldal? Mi? Én a Bolyhos tölgyre szavazok. Most voltam Tatán, nem olyan rég, és ott is az öreg tó mellett áll egy nagyon szép fa. De ott is állt a tóparton, mi rohadt öreg tölgy, itt is a Tatán, mi? Ez is a vár, hogy tükröződik a nyomorult vizen, a rohadt élet, ez ment, mi? Hát most haragudhatsz rám, hogy nem homályosodott el a tekintetem attól a félig megrohadt, ilyen rosszul rányomott, 100 forintos, ilyen szerda esti, ilyen nyallereskedő Valentin napi ajándék miatt. 2,25. Ne szórakozzál, 2,25 forintot költöttél rá? 2,25 darabja. Emberek foglalkoznak, ez nem úgy van, hogy Sebestyén Balázs azt gondolja a világba, érted, hogy egyszer csak lesz egy I love you feliratok, meg egy szív egy almán. Ez emberek munkája van benne, amit tudom, kell kicsi, fizetni. Tudom, kicsi, apró, szorgos kezek csinálták. Igen. Valahol, Kambodzsában. Nem. Igen. Miközben szőtték a szőnyeget lábbal, kézben, a közben a lábukat kezekkel csinálták. Egyébként komolyan lehet, hogy ez gyerekmunkásokat csinálták, jégbérére egy tár rizsért dolgoznak. Érted, nézd meg, milyen szép fény. Hát meg kifényesítetted. Hát én, mert én szeretgetem, ért? Ez, nem, csak így jobban becsúszik. És tegnap este nem. Tegnap este odaadtad, ma reggel meg elloptad, hogy behozod, megmutatod. Igen. Elképesztő vagy. Na jó. Bali hülye vagy, küld el felni nekem az almát, azt írja valaki, holnap ez a szülinapon. Bali majd szép művészeti a agyag edény. Ja, Istenem. Nem értik ezt a hallgatók. Nem értik, rossz napja, hogy bejön is már rossz napja. Mintha ők nekik nem lenne rossz. Igazából én nem érzem azt, hogy rossz napod. Nem lehetnének rossz. Tudod, ez a feszítsük meg, akinek rossz napja van, mintha nekik nem lehetne rossz. Ne, csak ne rossd el a többiekét. Azt kérik, tehát hogy legyen neked rossz, csak... Elmegyünk érezni. Jó? Jó, addig csinálok valamit az almáddal. Jó, megköstöl a masnit. Az én almám. Egy masnit. Jó. És mind a kettőről egy-egy képet az Instára. Mind a két mastisra? Igen. Én rajta fenn leszek a molyos tölgyel felé az almával, hogy bedolgozza a testébe, illetve te a felkötöbeizét. Hogy hívják, jó, de masnival. Igen, durcás csávó masnival. De nem lehet az a baj, hogy a durcás... Mire visszajövök, már a régi Balázs lesz, jó? Jó. Melyik Balázs szeretnétek jobban? Meg legyen egyszer egy egész adás. Durcás nem lehetsz, mert durcásan nem lesz elég impozáns a masnis ajándék. Ha durcás vagy, akkor nem úgy fog kinézni, ahogy szeretnéd. Szíved szerint, ha választanál, mit választanál? Egy almát állevű feliratta, vagy egy masnit a farkadon? Vasárnap este, hogy így hátra teszed a kezed, összefogod, és azt mondod, hogy Móni, hoztam neked egy ajándékot, találd meg. És elkezd vetközteni, és egy nagyon nagy róla színmas van. Hát szerintem jobb betetni, mint tenni. Fél nyolc lesz majd nagyon hosszú idő múlva. Fél hét viszont már elmúlt 5 perccel, úgyhogy Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hogy állunk játékkal? Mi szerintem jól, mert 3-0 ide. 3-0? Aha. Tényleg? Ja. Bizony, tegnap beütöttük az utolsó szöget a hét koporsójába, és akkor itt meg is vagyunk.
Akkor tulajdonképpen nagyon jó, hátradőletek. Hát ajándékok még mehetnek ki, ugye? Így legalább koncert hallottunk a hétvégére. Valentin nap, ugye? Feltettük újra. Álságosak. Feltettük újra a lemezt? És Istenem, két megkeseredett. Koncentráltunk a mai játékra is. Na, hogy jössz vissza? A jó fej, Balázs, vagy a megmaradsz a reggelinek? Most mi megiszom a teámat, és megnézem, milyen hatás vált ki belőlem ez a tea. Jó, kifőzte. Te vagy Viki. Viki csinálta. Akkor az jó hatású. Szerintem jó lesz. Jó. Na, megnézzük ki a játékosunk. Jó, 3-0? 3-0 ide. 3-0, nézzük, kivel játszunk ma reggel. Innen már nehéz veszíteni. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, szia Balázs, szia Jani, szia Feri, szia drága Anna, Kocka Tamás vagyok, és szeretnék játszani. Szia Tomi! Hát ez igen. Halló, jó reggel. Van lendület? Van ám, honnan hívtál minket? A munkahelyemről, különben Dunaharasztiban lakom, és egy elektronikai cégnél dolgozom műszerészként, és végszerelőként. Aha. Vagy úgy, végszerelő vagy. Végszerelő. Igen, igen. Az utolsó simítás a tiéd. Így van, természetesen. Na, és kivel szeretné játszani? Hát, szeretnék kedves Balázs veled játszani, ha lehetséges. Hát nincs nekem ma reggel elég bajom. Hát nem hallgatsz minket. Hát nincs. Szerintem, hogy nincs elég bajom ma reggel. Egyetől vagy kevesebb az. Ez is igaz. Meg hát a hallgató sose baj egyébként, persze. Bár azt hittem, ma megkegyelmeztek nekem, hogy tudok egy kicsit csendesen üldögélni, teát inni. Most az egyszer még utoljára nem kegyelmezett. Helyes. De megeszlek reggel benneteket, hevendeszlek, slengedlek begyembe benneteket. Ez egy beszűrhet sem ez a reggel. Léci, tolj még ilyeneket majd. Ezt nagyon szeretem, ezt bírom. Tolj még ilyeneket, Léci, majd a játéknál, jó? Jó, okay. Persze beleszerettem egy emberbe, ennek levette emese. Na jó van. Jó van. Mehetünk? Menjünk. Na várjál, Jani. 3, 2, 1, fire. Oké, indítom, várjatok. Azt mondja, hogy tessék. Szervusz Balázs, nagyon sok boldog névnapot szeretnék kívánni neked, és az első kérdésem tulajdonképpen egy kérés lenne. Oké, csak előtte kérdezhetek valamit? Persze. Azt hallottad, hogy Mekeget Kecskemester lenyelt egy szemepret, melyet szeret, és ezzel megtelve kedve remek lett? Ez nekem rettenetesen megfelelt nekem, de egy esetet el kell nekem mekegnem. Természetesen szeretnék kérdezni, sokat kérdezni, és a másik pedig az, hogy az első kérdésem tulajdonképpen egy kérés lenne, a kérésem okay. pedig az lenne... Jöhet előtte egy találós kérdés? Természetesen. Egy terem, melyben rengeteg ember les egy megfeszetett, leplem, megelevenedett jelenetet. Mely? Mi ez? Ezt felelt meg. Oké. Okay. Eme egyed meleg helyen ered, s megszeretgedve kezed, tele lesz vele. Ez a kaktusz. Tele lesz vele. Jézus, én ezt nem akarom. Nem rossz, nem rossz. Én akarok jobban még egy kört. Tudjátok, én és a szürreállítás együtt jár. Én imádom a szürreális reggeleket. Balázs, annyit szeretném kérdezni, hogy ismerőse vagy Zuglóban? Tudom, hogy hol van Zugló, ha erre gondolsz. Azon belül nem laktam ott egy pár évet, igen. És milyen volt a mágia rakás hétvégén? Nem ettem hétvégén mágia rakást. Itt voltál? Mit hozzá? Vége van a játéknak. Megvan az ajándékcsomag. De nem ettem a hétvégén mágia rakást. Aha. Küldtél? Lehet, nem jutott el hozzám. Vagy ez valami slang, hogy milyen volt a hétvégén a mágia rakás? Igen. Hát megvan az ajándékcsomag, köszi. Jó voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. Leizzadtam egy kicsit. Hogy örülök a többiek is. Igen. Ez van. Jól van, köszi. Én is köszönöm. Ciao, ciao. Sziasztok. Sziasztok. Még azt kérdeztem volna, milyen szerkezet, melyben kedvezzen ez szellemes csevej kellene legyen, de nem ez megy, mert serceg, recseg, snyekereg. Valaki csípjen meg. Valaki, kérem.
Kérem! Fekhely, melyre testedet leteszed, és elernyedsz. Na jó, kerevet? Mi van, hazamegyünk? Mi? Mi van, hazamegyünk? Jó, menjünk. Mi van, hazamegyünk? Az első épkézláb ötleted ebben az évben. Mi van, azt mondjuk, hogy ez ma nem úgy indul, nem olyan ez a reggel, hazamegyünk. Én szerintem sokan szeretnék, hogy pont ilyen állapotban legyünk itt. Egész végig? Igen. Én is azt hiszem, hogy ezt jobban szeretik. Igen. Jól van. Jó van. Gyerekek mindjárt iskolába, aztán bedurantunk. És mi lehet az... Durantunk. Esztelen emberek kergetnek egy kergetek fekete pettyest. Melyet cselezve kevergetnek. Fedbelmerkezes? Esetleg elesetnek, de emepettyes, egy fejes seleket recbe belemenne, ezer ember kedvenc fellegekbe emelkedne. Ne, ne. Ez egy kerek szermelyet lenyels, ezzel nem leszel beteg. Begye. Így egyszer. 4 perc van pontosan 7 óra. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra után vagyunk pontosan, 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Hello, hello. Jó reggelt! Hello! Húz még van benne. Még egyszer. Na. Sziasztok, jó reggelt! Hello! Figyeljetek, az embernek nagyon kevés ahhoz, hogy boldog legyen. Én például akkor kezdelek el igazán becsülni benneteket és örülni, hogy együtt dolgozunk, felnézek a képernyőre és meglátom Kárász Róbertet. Hogy vele is ülhetnél. Hát. Ugye, ugye? Sokkal, sokkal, de sokkal szerencsésebb ember vagyok én annál. Hát igen. Ki tudja, azt lehet, hogy összecsiszolódnátok. Megszeretnétek egymást. Biztos vagyok. Összejárnátok. Így van, nem kéne hozzá, csak 3-400 ér. Azt mondod, eme reggel kellemesen elmebeteg? De nem mondtad, hogy azt mondod. Teljesen megmekkentetek, de ezt szeretem. Kedvencem egy megmestermes, amelyben egy mester teljesen megkeleg, mekeg. Izé. Nem fog ez menni 10-ig szerintem. Kedves meglett emberek, esetleg elbebtegek lettetek? Legyen remek kedvetek, eme reggelem. Ezt 15-5 perccel kellett volna kezdeni. Szerintem, ha Ákos Jófej egy hírt megcsinál így, eszperente nyelven. Ha Jófej. Tudnánk így beszélni végig? Nem, 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 képtelenség. Ez lehetetlen. Nem. Emereggel, nem teheted. Emereggel rettenet lenne? Ajajajajaj. Hát akkor nézzük a közlekedési híreket. Na, de eszperentéül. Egyes. Heten. M1-es. De kellemesen, mert fekete leves. Beteg. Tompaladony után Sopron felé a másik kanyarban kamion félig az árokban. Kilóg az útra, vigyázzatok, Alfáz Zoli. Baleset az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, a Tatabánya óvárosi lehajtó előtt, kamion a belső sávon a szalagkorláton. Robi. Ausztria A4 Bécs irányába Pandorf előtt 10 kilométeres a kocsisor. Pandorf? Pandorf. Szürke Pandor. M5 bevezető határút elágazásnál a Hungária felé egy volánbusz áll a külső sávon, a hídon alakul a dugó. Üdv Bunkó. Komáromban a fix trafi után fekete falvéból mérnek. Üdv Peti. Nagyjából ennyi a közlekedés. Köszönjük szépen. De nem érzitek, hogy néha olyan jó lenne egy kicsit megőrülni, egy kicsit tombolni, egy kicsit úgy valahogy valami történjen? Nem érzitek, hogy úgy minden nap csak úgy bejövünk, és úgy az igazából az ember életében nem történik semmi. Csak úgy vár valamire, vár, élsz, és aztán nem történik semmi. Tehát, hogy legyen valami kiszámíthatatlan, amire igen, senki sem számít, hogy valami mit tudom kicsit... én lambadázni Dévényi Tibor. Igen, valami kicsit más, ami kicsit szokatlan, ami kicsit úgy indítja el a reggedet, hogy más, mint ahogy amit eddig megszoktál, beállsz, eljössz, közlekedés, csinálod a témát, de hogy egyszer történik valami, ami úgy, nem tudom, valami. Most úgy megörültem ennek a meteornak, de nem csapódik be. Ja, feledje meg. Tök izgi lett volna, ha azt mondják, hogy baj van, nem 17 ezer kilométerre megy el mellettünk, hanem sanszos, hogy valahol becsapódik le. Azonnal lett volna egy az kicsit. Azonnal. Valami, amiből érzed, hogy úgy
Érzed, hogy úgy megfagy a vér az erédben, és kicsit úgy élsz, tudod? Én például akkor megtérnék, hogyha mondjuk becsapodna a meteorit, és mondjuk elintézni egy életre az iszlám államot. Nem? Hogy megoldaná a migránsválságot, megoldaná. Jönne a meteorit, és becsapodna, és egy darab nem maradna belőlük. És így én azt fölnéznék az égre, és azt mondanám, hogy oké, jó. Akkor meg vagyunk. Akkor megtértem, a hétvégén ott vagyok. Igen, csak nem vagyunk olyan szerencsések, hogy pont oda csapodjon. De most hát tényleg baromi közel lesz. És ugye elgondolkoztam, hogy úgy annyira izgi lenne. Az neked jó lenne, hogy jön a meteor, nem tudja, hova csapod. Nyilván nem azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy csapodjon meg Párizs vagy Budapest, nem csak, hogy úgy tudod, az embereket valami kicsit fölrázná. Mm-hmm. Tehát én nem arról beszélek most, hogy jó lenne, ha 100 000 ember meghalna Feri. Hanem arról beszélek, aha, hogy legyen eszed, eme reggelen, kedves Ferenc. Ne tedd ezt velem, eme remek reggelen. Hanem, hogy úgy egyszer csak azt mondanák, hogy oké, jön ez a meteor, elvileg... Mi az Isten van itt? Az a baj. Emereggel remek. Az a baj. Szervezetemnek ez kell, emereggelem. Mert ez remek. Ma mindenkit kiborítok. Nem. És felmerülne a lehetősége, hogy meghalhatsz. Értitek a megvilágosodás lényegét? Értem, csak te azt hiszed, hogy minden... úgy kezeled ezt az egészet, mint valamilyen, mint egy mozizást. Hogy beülsz, végignézed, aztán hazamész, és minden olyan, mint régen. Most nézzük már meg. Emereggelen nem ez. Képzeljük nem már ezt a szituációt, hogy kint áll Balázs a kertben. Igen. Az egyik oldalon ott van Noel, a másik oldalon Beret. És nézik a meteoritot, hogy rohadt közel, aztán pedig azt mondja, hogy hú, ez aztán közel volt. Nem. Beni, na menjünk be a házba. Érzed a szellét. Nem így megy, basszus. Testemnek, lelkemnek nem. 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 Elmondom, hogy én mind gondolkoztam. Próbálok titeket megértetni valamilyen gondolatmenettel. A gondolatmenet a következő. Azt mondják, hogy jön ez a meteor, ami ugye most álltok baromi közel lesz, és ugye 17 000 kilométer, ha jól számoltak, az rettenetesen közel van. Tehát itt millió kilométerekről beszélünk. 17 000 kilométer? 17 000 kilométer, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon magas. Tehát a repülő megy 10 kilométeren, ez 17 000 kilométeren lesz, szabad személyük, hogy nem láthatok. Nem ez a lényeg, amit mondani akarok. Emeremek reggelen. Nem. Felmerülne az elvi lehetőség. Nem az a hanem, csak... Aha, jó. Felmerülne az elvi lehetőség, hogy vége van. Igen? Nem. Tessék, nem. Akkor de nem tudod, hogy hol csapódik be, csak azt mondanák, hogy mondjuk meghal 500 000 ember. És mindent átgondolnál, hogy mi a valójában fontos az életben, hogy mi az, amire nem szántál elég időt, hogy mi az, amire nem fordítottál elég időt, mert lehet, hogy 2 nap múlva ez ideér, és véged van. Tudod, mint gondolkod, hogy hova költözzél el, ha te az engemos okozni. Nem tudjál, hova mész? Ja? Na, tessék. Nem értitek, Jani kiment. Maradj itt velem. Ha gondolod, te is menj ki. Jó. Szevasztok! Zsül, te maradtál itt nekem. Elmondom neked, mert reggelen ezt az elméletet. Zsül is letette a fülest, és a Zsül is kiment. Ezt akartam elérni, hogy végre egyszer egyedül legyek a stúdióban. Mi ez a sok fura gombit előttem? Mi lesz, ha ezt megnyomom? Egyedül maradtam. Drága hallgatók, figyeljetek rám, mert egyedül maradtam, és szeretném nektek ezt, rámoltották a lámpát is. Érdekes. Sötétben vagyok. De furcsa. Amit el akartam nektek mondani, hogy mennyi gomb van itt sötétben. Hogyha egyszer csak becsapódik a meteor, akkor átgondolhatnánk egy csomó mindent, ami addig nem volt fontos nekünk. Hogy beszélgetünk eleget a gyerekünkkel. Hogy megöleljük elégszer a feleségünket. Hogy kimondjuk-e azokat a dolgokat, hogy fontos vagy. Hogy szeretlek, hogy töltünk elég időt azzal, hogy este elaltassuk a gyermekünket, mert lehet, hogy holnap becsapódik a meteor. Zsú visszajött, de szerintem csak itt hagyott valamit. Értitek ennek a lényegét? Persze ez a meteor nem csapódik be, érted, Zsú? Érted? Igen. Azt mondja, Zsú érti. Nem csapódik be. De felhívná az emberek figyelmét arra, hogy mi az, ami igazán fontos. Kapnánk egy lehetőséget, hogy meghalunk, eljutna a tudatunkig, hogy lehet, hogy holnap vége, de aztán nem történne meg. Viszont egy csomó minden a helyére kerülne. És amit eddig hajtasz, és csinálsz, és dolgozol, és a pénz, a karrier, meg mit tudom én, az egyszer csak nem lenne fontos, mert tudod, hogy még 2 napod van. És magadhoz ölelnéd a családodat, amit nem tettél meg hosszú ideje. Mit szólsz, Erzsű? Zenéljünk. Zenéljünk, azt mondja.
értitek, drága hallgatók? Ti, akik itt maradtatok nekem. Hogy ez milyen nagy lehetőség lenne ez nekünk. Valójában, mert mit csinál az ember? Dolgozik, hajtja a pénzt, megy, egzisztencia, fenntartja a családot, persze, de közben elfeledkezünk arról, ami valójában fontos. Miről? A szeretetről. Visszajöttél? Érted? Gyere vissza, foglalj helyet, drága testvérem. Ülj ide mellém, és elmélkedj velem. Eme remek reggelem. Szavazzatok a molyhos tölgyre. Szóval a lényeg ebben ez, hogy nem halunk meg, csak ott lenne a lehetőség. Megijednénk és átértékelnénk az életünket. Én ezen gondolkoztam. Na, ha most látnánk a kedves hallgatóink a stúdiót, akkor azt látnánk, hogy éppen neki futunk egy nagyon jó kis szeásznak. Olyan az egész, mint valami asztaltáncoltatásra készülnénk. Az arcainkat megvilágítják a monitorok, a keverőpultból kiáramló fények, és egyébként rohadt sötét van a stúdióban. Feri most jön vissza. Én nem megyek vissza ehhez. Hát ez senki nem, ez nincs már. Jó, most abbahagytam. Mert nem, vége volt. Semmi gond ez nincsen. Ez csak egy kis eszmefuttatás volt. De elkerül bennünket. Azt valami ott olvastam, hogy ha becsapódna, akkor a második világháborúban az összes atombombának a nem tudom hányszorosa lenne maga a becsapódás. Meg amit eddig robbantottak. Tehát, hogy ugye kettő volt ugye Hiroshima Nagasaki, de hogy azon túl még. Az igen. Nem jöttetek ebben velem, nem értitek ennek az üzenetét. Hogy meghalunk mind, vagy hogy mások halnak meg, és te ott állsz. Nem, hogy nem lesz több kóbász, érted? De lesz. Azoknak, próbálom lefordítani a nyelvedre. Annak lesz kóbá. Ha 500 ezer ember hal meg, mert ezt még hallottam. De nem tudod, hogy hol. Na, hát de a többiek, az a 7 milliárd, aki még marad. Szerintem az a szomorú, vagy az lenne a szomorú, hogyha egy ilyen esemény, ilyen katasztrófa, egy ilyen elkerülhetetlen kataklizma. Hoppácska, mi? Hogy megvillattam. Ez lenne az, ami rádöbbenti az embereket arra, hogy nem ölelik meg elégszer a feleségüket. Vagy más feleség. Tehát oda kell, most menjen mindenki oda valaki feleségéhez, és ölelje meg. Így van. Így van. Aha. És ne feledkezzünk meg a lengyel kapusról, a Guricskiról sem. Így van. Guricski. Így van. Hogy vajon Guricski, a lengyel kapus. Most mindenki. Megöleli elégszer a feleségét, érted? Nézzen, minden férfi nézzen körbe. Mindjárt jön Valentinnak. Nézzen körbe, és ha lát maga körül egy hölgyet, menjen oda, és mondja azt neki, hogy melled nyelvemnek kellemes eled ellen. És írja meg a következmények. Így van, és ne feledkezzünk meg a japán apácákról sem. Nem, ahhoz még korán. Kuki neki niku. Kuki neki nuku. Kuki neki nuku. Kuki neki nuku. Niku. Kuki neki nuku. Na jó, mindegy, nem abba hagyom, értem, hogy mit szeretnétek mondani. Jó, akkor térjünk át másra. Jó. Gondolkoztam egy másik dolgon. Nem akarok már. Egy nagyon helyes dolog látott napvilágot tegnap a Facebookon. És én szeretem azokat a történeteket, amik... Amik a hétköznapi hősökről szólnak. És egy nagyon helyes hírt olvastam tegnap. Egy 11 éves kislány felszállt egy volánbuszra, de rossz buszra szállt föl. És eltévedt. Szegény kislány. De nem a buszon, hanem ja. Csuklós volt. Nem kicsi. Hány busz? Nekem ez már nem megy. Szóval, hogy felszállt a buszra, és eltévedt. És az anyukája megírta, hogy a sofőr megvárta a szülőket, és nem hagyta egyedül a gyermeket, tehát ott állt tömött busszal. És nem ment sehova a busz. És senki nem szólt egy szót, hogy menjünk mások, mert én elképzelem az a többi utas. Igen, ez egy érdekes helyzet lehetett. Hogy ebben az országban a simán beszólnak azért. Miért nem mész? Holott ő szegény csak tényleg az anyukát várta, hogy a gyerek nem maradjon. Igen. Pedig álltok ott volt a görög kártyás, na mi lesz, te osztasz. Ez jó, ezt mondjuk. Na mi lesz, te osztasz. És ott volt a buszon a híres görög kártyás, és ő sem emelte fel a hangját.
És az anyuka kiírta a Facebookra, hogy nagyon hálás a buszsofőrnek, aki a gyereket őrizte, amíg oda nem értek, és elnézést kért az utasoktól, hogy emiatt várakozniuk kellett. És a buszsofőr azt mondta, hogy nem hagyom itt a gyermeket egyedül, hanem egy teli tömött busszal megvárta a szülőket. Hát ez mi, olyan jó ezt elolvasni, nem? Hát ez már olyan kevésszer hallja, mintha becsukta előtted az ajtót, meg elütötte, elgázolta, nem figyelte, megölte. Erre van egy buszsofőrünk, egy hétköznapi hős, aki meg azt mondja, hogy figyeljenek ide, most lehet, hogy engem meglincselnek, de ez a busz most nem megy sehova, megvárjuk a szülőket. Tök korrekt. De ez egy helyes történet. Ez szimpi. Nem? Na, szimpi. Tovább ment, elfelejtett leszállni a kicslány, hogy mi a sztori, mert én nem értem, hogy értesítették az anyukáját például, hogy kedves anyuka, a lánya itt van a 11-es buszon. Vagy nem tudom, hagyasson. Hát fölhívták, gondolom, az anyukáját, hát persze, mobiltelefonon. Ja, hogy a gyerek tud, szám, aha, ja, meg vagy szereztem. Hát, igen. Meg vagyok, csak nehezen szálltam fel a sok elbetű után. Pici leestet. Hát, a maga a történet baromi helyes, hogy ő ott várt, és az anyuka pedig mondta, hogy hát nem tudja máshogy megköszönni, mint hogy kiírja a Facebookra, és egyébként 795-ös járat sofőrjének a kedvességet és a türelmet, és ő még elnézést is kérte a volánbuszon utazóktól. Hát ez nagyon... Valahogy igen, ez hiányzik a hétköznapokban. Az a baj, hogy pont az ellenkezőjét tapasztalod a legtöbb esetben. De ilyen a legapróbb dolgoktól kezdve. Tehát olyan szinten hiányzik a figyelmesség, a megértés, meg igen, sokszor a tapintat az emberek. Tehát hogyha csak a legszimplább dolgot nézd. Amikor ki akarsz kanyarodni mondjuk egy mellékutcából, ott van egy lámpa. Látja, hogy egyébként piros a lámpa, de ő nem enged ki téged az autó, mert nem, mert ő már ott bent szeretné állni a sorban. Majd te majd valamikor kijössz abból a mellékutcából. Nem veszítene rajta az égvilágon semmit, de nem enged ki. Na, neki van elsőbsége. Mert neki van elsőbsége. De hogy ennyi lenne tényleg csak. Egy pici apró figyelmesség. Igen. Pedig álltok a buszon, ott volt a spanyol tolva is. És ebben a pillanatban ő sem lopott el semmit. López de fut aztán. Szóval, hogy ez mindenkinek ez a lehetőség. Érted? Tehát, hogy ez bárkinek meg lenne ez a lehetőség, hogy naponta egy picit jó legyen, és mégis hány ember ezt nem teszi meg, és ez a buszsofőr ugyanakkor megtette. És bárkinek a gyereke van ott, mennyire örült volna, hogy a buszsofőr ennyire jó fej, nem? Ugye? Igen, az. De nem? Kérdő. Nézzük meg a másik oldalát. Miért volt egyedül a gyerek? Ezt a felületlen szülőtől, hogy engedhették el egyébként? Egyébként van egy ilyen olvasata is a dolognak. Hát 11 évesen. Hát 11 éves volt a gyerek, 11 évesen már elengedett, nem? Nem, minket már ilyen 8-9 évesen elengedtek. Hát ez ma egy más világ, vagy egy más világot élünk. Én nem tudom, hogy tényleg más-e, vagy csak mi gondoljuk rosszabbnak. Én nem biztos, hogy a gyereket el fogom engedni, de közben minket már, hát már hány évesen kezdtél el egyedül közlekedni? Elindultál 8-9-10 évesen, már mentél egyedül simán. Ma szerintem a 8 évesek nagy többséget egyébként nem engedik el egyedül. Hát csak a fővárosban biztos, hogy biztos, hogy nem mész el egyedül. Csak mondom, hogy én azért már ilyen 7-8 évesen eljárogattam egyedül bevásárolni. A 6 évesen egyedül mentünk a Bánya utcai közérbe. De neked nagy más, neked az az más vidék, volt. Igen. De hát más volt. Hát szemmel tartottak meg, hát ezért azt hogy hívják? Az egy sík terület, ott nem tudom, hogy nem volt. Persze. Hát persze, hova? Igen, és kilógtam a házak közül, olyan magas voltam. Na, akkor is, tehát láttak anyám még. Ötkor elkezdett hajtani a teheneket, és 7:30-kor lekanyarodtál az iskáló felé, onnan meg már ők kimentek a szántóba, nem? De végeztél a suliba 4-kor, behajtottad őket, és mindenki szépen az iskola kapuban. Odáig egyedül bejöttek, tudod, megvártak és hazavittük. Hát meg eleve nyáron nem is járt el iskolába, már akkor volt munka. Nem, mert volt nyári szünet, tudod? Hát ilyen érdekes sulik volt. Igen, de tényleg a vidéken azért ez máshogy működött, nem? Más volt, más. Aha. Más. Ott nem kellett semmitől félni. Hát, vész, ha így nagyon korrektül nézem, akkor nem. Megfigyeltek ránk. Tehát, hogy az ilyen kis közösségben, mint mondjuk a mi falunk volt, nem volt olyan kicsi, de ott mindenki tud mindenkiről mindent. Tehát egyrészt van egy rossz oldala is, mert nem tud semmit úgy csinálni, hogy ne tudja az egész falu. A, B, ugyanakkor megfigyelnek egymásra. De volt, hogy kecskáton mentél közérben? Hát persze. Kecskeugrás is. Nem egy kecskék húzta szekére, mint tor. Igen. És a kis libácskák pedig totyogtak utánam az iskoláig, igen. Uh-huh. Tényleg mentek, mert ők oda? Persze, és fölöttünk pedig egy pulyka csapat repült át. ők voltak a legjobb barátai. Nem, minden, nem, tényleg, én lehet, hogy öregszem, de nekem ezek a történetek nagyon-nagyon tetszenek.
hogy ez egy ilyen pozitív történet, milyen jó lenne erről többet hallanánk, nem? Mert az ember inkább azt hallja, hogy mi az, ami. Lehet, amiről... egyébként szerintem meg van pozitív hír, csak senki nem kíváncsi rá. Tehát ha megnézed az összes híradást, akkor ott mindig a rohadékság, a rossz, a lelőtte, a pont ma reggel mondtam a Janinak, hogy az emberek ja, már... olyan, jó, ahol lehet sok csupa jó hírt hallani, ami félig meddig ez, de ezt most hagyjuk, beszéltünk róla eleget. Igen. De egyébként igazad van. Tehát, hogy csak a rossz van, hogy például ma is ezt mondtam, hogy az embereknek már nincs más készlete, mint az, hogyha összeveszem valakivel, akkor leszúrod. Tehát ez az egyetlen dolog, ezt pont ma reggel beszéltük. És nyilván van, tehát itt a jó példa, a buszsofőr emberünk, aki megvárta az anyukát, csak senkit nem érdekel, igen. Vagy nincs olyan fórum, ahol ezeket közlik. Pedig jobb lenne valahogy szerintem terelgetni egy jó irányba, vagy jobb irányba terelgetni az embereket, hogyha mondjuk ezek lennének a főbb hírek. De nincsen olyan híradó, hogyha megnézed, ahol ne lenne két-három, sőt egyébként nyilván így betesznek egyszer-egyszer ez, ahogy hívják, ha itt iker kecskéket szült, nem tudom mi, egy másik kecske. Igen, cuki. Nagyon cuki, nagyon aranyos, meg fáramászni tanított a kölykét, a nem tudom én, az amerikai panda, érted? Meg ilyeneket, de hogy valójában meg tényleg az a baj, hogy túlnyomóra ezt ilyeneket lehet hallani, hogy szóváltásba keveretek egymással, csak egyik késztalátot is leszúrta a másik. Igen. Na jól van, ezt csak el akartam nektek mesélni. Köszönjük. 7:30 pontosan, ha valaki játszana velünk, jelentkezzen játékra. Jó, egészen nyugodtan, mit mond Dóra? Ez a feladványunk, illetve ez a játék, ez a kérdés. Várunk friss közlekedési híreket, Ákos hírei után pedig mit találta? Japán agrény, én maradok a magam ura. Kösz is, Anyi. Jövünk Ákos hírei után. Nem melege reggel, de a fejek felett egyre szebb lesz a nap. Éber szemekkel leshet fel és kereshet, aki akar. Egyetlen kellemes, nemes jel lesz ez e fejek felett, mert eleinte eshet, nem is keveset. E-mentes részletek 8-kor. A Klassz FM híreit Hunyad Ákostól hallották. Klassz Valentin a Morning Show-ban. Egy szingli pasi és 5 nő és egy igazi vakrandi. A nyertes férfi 5 hölgy jelentkező közül választhatja ki, hogy kivel szeretne eltölteni egy romantikus valentinnapi hétvégét. Felejthetetlen két éjszakás romantikus wellness csomag medencére néző szobában, félpanziós ellátással, pezsgős büfé reggelivel, gyertyafényes vacsorával és éjszakai fürdőzéssel. Ha szeretnél átélni egy romantikus valentinnapi kalandot olyas valakivel, akit még sohasem láttál, csak hallottál, jelentkezz a valentinkukac.klasszfm.hu címen. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Sziasztok, kívánom. Jó reggelt! Viszont egy jó kis kispál. Hát de jó volt. Visszakaptuk a régit, vagy ez? Nem tudom, majd kitöbb. Jó, köszönöm. Nem tudhatjátok, ezt sose, nálam sose tudhatjátok, ez a jó, hogy most a személyiségem melyik része, tombol éppen. Közlekedés az M7-es autópályán a 35-ös körnél a Fehérvár felé a jobb oldalon őzik a kerítésen belül 3 napja. 85-ös főút NSA-i elkerülő szakaszán Győr irányából hídról mérnek, baleset a Kacsopongrász felüljáró után a Hungárián, Buda felé egy sávjárható hatalmas a torlódás, M1-es 53-54-es kilométer közt a Harkályos pihenő előtt kamion pihen a belső sávban, a Szalagkorláton Imi küldte nekünk, valamint az Árpád híd irányában. Igen, ez a Kacsopongrász felüljáró, amit mondtam, 3 autó keresztbe totálisan beállt a Hungária kerülje, mindenki gyufa küldte nekünk. Nagyon sokan írják ott most óriási fesztiválban. Már szó negatív értelmében sajnos. Igen, igen, ez a Robert Károly felüljáró, villamos, kamion, baleset, hatalmas dolog. Áll az M3-as tőle befelé a város. Utca, valószínű Hungária. Mindennek vége ott. Minden meghal, mindennek vége. Oh, Istenem, viszont kezdenek felébredni a csehek, és növekszik a szavazatok száma az 1000 éves hárs alatt, úgyhogy húzzatok bele. Magyarország szeretné, hogyha a bátaszék legöregebb fája, a Molyhos tölgy nyerni az európai évfája versenyt 2016-ban. Bátaszék legöregebb fája a Molyhos tölgy. Ez legyen az első dolog, amit ma csináltok. Felmentek az oldalra és szavaztok. Az gyerekek komoly tripje van itt mindenkinek. De most nem szép, tehát ez az alma az állami feliratta. Tehát itt ma mindenki úgy jött be, hogy ma mindenki egy nagyon komoly trippem. Molyhos tölgy, most kicsit másképp, most már másképp vagy, mint reggel. Most nézd meg most, hogy most kicsit más vagy, most nézd meg. Én utálom az ilyet. Semmi jót nem látok bennem. Azt hallgassátok meg, amit ír egy hallgató, hogy kislány kutat. Semmit nem jelent a számomra Franciaország 2 cédrusa, csak mondom. A szüfrazett tölgy sem az Egyesült Királyságból, de még az íreg generációs fája sem, viszont a Molyhos tölgy bátaszék legöregebb fája sokat.
Jó fejek vagytok, a csekre szavaztok. Nem már, na, ez ilyet mondta. Ebbe mondta Jani, és fölment a csefára szavazat. Nekem nem értettem egyébként, vagy a csehek is hallgatnak minket, és rögtön fordítanak minket, és azonnal mit ment a telegram. Szerintem szóljunk az ügyeletes orvosnak, állítok, ma az arab ügyeletes orvos van, a koffein ampulla, hogy szerintem jöjjön és adjon be valamit, jó? Jó? És ezt örökítse meg a fotósunk is, aki ma kenyai, a tekintse vakumba. Vakum. Tekintse vakumba. Atya, úristen. Olyan nagyon-nagyon jó filmet láttam tegnap moziba, hogy ezt szeretném nektek elmondani. Mindenképpen mesélj erről te most. Csak előtte még. Ez egy nagyon érdekes film arról, hogy... hogyha egy meteor... Jó, az a baj, hogy a meteor nem érintett meg benneteket, mert természetesnek veszik tettek az életet, és nem tudjátok, hogy... Nem, mi a halált veszük természetesnek. Az is igaz. Arról szólt a dolog... Te kis dárker. Miért? Hát, grufti lett? Ott a vége, nem? Gruppi? Grufti, nem. Arról szól a film... Ferit Emotion el tudod képzelni? Ferit Emotion? Hát ahhoz le kell fogsz, fie, 60 kiló lennék, és ilyen nagyon szomorú mindig is. Szóval a film Ryan Gosling játszik benne, a Brad Pitt játszik benne, ki az, aki a Batman-t játszotta, és nagyon jó, a Christian Bale játszik benne. Ryan Gosling, ez a Ryan közlegény megmentése? Az, abszolút, Ryan Gosling. És arról, hogy tört ki a nagy gazdasági világválság 2008-ban, és hogy okozta tulajdonképpen, mert ugye a földi halandó ezt nem biztos, hogy érti, és elmagyarázzák úgy, baromi jól egyébként, kicsit száraz a film, de akit érdekelnek a tőzsdei dolgok, meg a hitel, meg a jelzálog, meg hogy vágják át a bankok az embereket, és ezzel hogy vágták át a bankok tulajdonképpen saját magukat is közben. Nagyon érdekes, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez 2008-ban ez a lufi kipukkadjon. És úgy csinálták meg az egész filmet, hogy közben híres emberek, popsztárok magyarázzák el neked a kamerába kifordulva, hogy kell ezt most neked értened, hogy mi az a jelzálog, mi az a hitel, hogy vették föl, mint vették föl. Van egy jelenet a filmben, ami egy bankban játszódik például, nem. És akkor jön egyszer csak, nem tudom ki, Elton John kifordul, és azt mondja, hogy figyelj, itt most az történik, hogy arról szól, most vágnak át. Arról szól, vagyok tömve, úgyhogy nekem ez az egész nem illetett. Ez egy igaz történet alapján történt, hogy volt néhány pasi, aki 2006-2005 környékén észrevette, hogy valami nagyon nagy lufi fújódik, és elkezdtek sortolni bizonyos részvényeket, vagyis a részvények ellen fogadni. Megjátszani azt, hogy ezek a részvények előbb-utóbb esni fognak. És senki nem hitte el nekik, hogy jelzálog alapú dologgal ilyet lehet csinálni, mert hogy ez egy stabil dolog volt Amerikában. És közben bemutatja, hogy vettek föl jelzáloghitelt az amerikaiak, hogy került 6 millió ember az utcára, hogy mi az oka annak, hogy a bankok csak adták a hitelt mindenféle fedezet nélkül, és ez hogy dőlt be. Uh-huh. És van egy igaz történet alapján 4-5 pasi különböző helyszíneken Amerikában, akik rájönnek erre, hogy ez a lufi hogy fog kipukkadni. És az ő történetüket mutatja be 2005-től 2008-ig, amíg ez a lufi valóban kipukkad. Hogy ők ezen mennyit kerestek egyébként. Gondolom, de senki nem irgalmatlan sokat. És létező karakterekről szól, akik élnek az országban, hogy mi vezetett oda ahhoz, hogy mint a 6 millió amerikai csak abban a pillanatban 2008-ban utcára kerüljön, úgy, hogy elvegyék mindenüket, a házukat, az életüket, a megélhetésüket, és sátrakba költöztek konkrétan, mint a felhőkarcolók alá. És ezt mutatja be, nagyon-nagyon érdekes. Hogy mi történt és valójában. És most már számodra minden érthető? Itt a világválsággal? A lényeg érthető, igen. Aha. Nagy dobás az a címe. Angolul nem így van, de így fordították magyarra. Angolul nem így van? Nem, a big short, ugye, tehát a nagy sortolás. De hát az ugye nem érted, hogy ez mit jelent tulajdonképpen. Nagy dobásként fordították. Nagyon jó. Nagyon jó. Hogy ugye úgy vettek föl az emberek jelzáloghitelt, hogy semmiféle fedezetük nem volt rá, de a bankok csak adták, aztán egyszer csak eltűnt a fix kamat, megemelkedett a törlesztő részlet, nem tudták fizetni, ezek a hitelek elkezdtek bedőlni, és aztán szépen, ahogy ugye a bankok nem kapták meg a pénzt, ők is elkezdtek bedőlni, és először a Lehman Brothers, aztán egy csomóan, ugye, ahogy egymást gerjesztette ez a folyamat, és mindenki szépen elkezdett hirtelen bedőlni, nagyon durva. Hogy mi történik itt, és valójában ezeket a csomagokat így ebben a formában, más néven ma a bankok ugyanúgy értékesítik, ez a filmnek a vége. Tehát, hogy akkor a tőzsdei felügyelet, a pénzügyi felügyelet átnézte a bankok működését, szabályozták, stb. Pár évig ment, de ma már Amerikában hasonló jelzálog alapú kölcsön csomagokba ugyanúgy be tud ugrani az amerikai lakosság, csak eddig így hívták, aztán úgy hívják. Tehát tulajdonképpen minden ugyanúgy megy tovább, ami egyszer majd megint csak kipukkad. Kik voltak az ismert népszerű popsztárok, stb. Nem emlékszem rá. Magyar változatok illenemben Pataki Attila.
De mindegy is egyébként. De jó, jó, jó volt, szerettem. Tényleg tegnap láttam, érdekes mondani. Igazság a Franki terve. Érdekes. És az UFO-król, akik testépítők. Na, mit van játékosunk, és a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülész, hevélet, a szív. És hozzájállat, élet a szívben, aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló. Halló, sziasztok, Akinom vagyok. Akinom? Uh-huh. Monika. Ja, Monika, hello Monika, jó reggel, ciao. Hello, honnan hívtál minket? Győrből. Győrből, mit csinálsz? Hát most megyek dolgozni. Mit dolgozol? Ügyintéző vagyok. Ügyintézőként dolgozom. Mit jelöl ügyintéző? Milyen ügyeket intézel? Hát autós iskolába jelentkeznek a tanulók, és akkor leírjuk őket vizsgára. Előtte ugye kresztan folyam. Ó, mennyi most egy jogsi? Mennyire lett megcsálj most egy jogsi? Hát vizsgadíjjal együtt nálunk 178 000. Jézus atya úr is, amikor én csináltam, akkor ellopták a biciklimet. Fizetett a biztosító, és abból pont kijött a jogsim, 16 ezer forint volt. Ellophattad. Tessék? Ellophattad. Igen. Amikor én 18 évesen egy biztosítási csalásként ellophattam a lakásunk tárolójából a bringákat, akkor 17 ezer forint volt egy jogsim. 170 ezer forint mindennel együtt egy jogosítvány. Hát körülbelül. Atya úristen, az nagyon soknak tűnik. De mihez képest? Van egy telefon, egy laptop, stb. Többször vesznek a fiatalok. A jogsi meg igazából egyszer veszik meg. Persze, így van, nem csak úgy írtam, mert azt hiszem, hogy ilyen 80-100 ezer környékén van. De akkor már akár ennek is a duplája. Igen. Jól van. Na figyelj, Móni. Mit szeretnél? Hát, olyan nem tudom most, miből tudnék választani. A szólásmondás, és szólásmondásunk van, és egy használati tárgyunk. Aha, hát akkor inkább a tárgyat. Tárgy legyen? Jó, 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 legyen a tárgy, jó? Figyelj, indítjuk az órát, figyelj. Amzics Olga vol. Vol. Amzics Olga vol. Amzics Olga vol. Gavol. Amzics Olga vol. Mondja gyorsan. Amzics Olga vol. Amzics Olga vol. Mi lehet ez visszafelé? Andi. Jaj. Vol. Lov. Lovaglócizma. Az lett volna bizony. Amzics Olga vol. Nem, már késő volt, ugye? Nem baj. Nem volt ez annyira késő. Már rámondta. Rámondta a szignára. Illetve hát a csörgésre. De most, ha megszólal a duda, akkor az már nem azt mondja, hogy a játék vége. Tehát de a duda... nem egy kicsit előbb kezdte ő el. Igen? Sólyom szemet neki. Jó, adjuk ne, meg. Nem, 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 nem. Ja. Az, hogy erre sólyom szemet kérjük, akkor elbukja, mert előbb szólalt meg a duda, de, na, de legyen ja. Ma ez egy ilyen crazy day. Jó? Köszönöm. Hogy mi? Hallod? Egy crazy day. Ez egy crazy day. Crazy day. Jó, Móni, megadjuk neked. Lovagló csizma az egyébként. Nem volt. Jó, de ezt most szépen mondta értetően. Ez jó volt. Igen, igen, csak bepánikoltam. Bepánikoltál kicsit, tényleg? Igen. Azt a mindenit. Jó, hallottuk ezt, de megoldottad, megadjuk. Jó, viszont kivettük, na, azért annyira viszont leszünk szigorúak, hogy kivesszük belőle a bögrét, a pasztartót és az üdös papírzacskó. Mert hogy háromszor vagy négyszer is megmutattam, tehát nem kapod meg a teljes erdőcsomagot, abból jó, viszont nem engedek. Köszönöm. Jó, rendben. Tehát azt kivesszük a legdrágábbat, a bögrét. Jó? Oké. Jó, köszönöm szépen. Megy a többi. Na. Köszönöm. Köszi. Szerencséd van, hogy crazy day. Yeah. Ez már crazy day. Ez más hello. Ciao, hello, hello. Hello. Crazy day. Csütörtök van? Ez már egy torkos csütörtök? Az. Elviekben igen. Igen. Ma van torkos csütörtök? Torkos van. De a Méta utcában vagyom, vagy mindenhol? Nem, ott mindig. Ott hétfőtől vasárnapig van ilyen akció. Igen? Hát akkor ma a görög fogadós Abrosz Tiszta Kosztasz Fenerosz az... ma a kaszálni pont. Én szerintem neki ma nagyon megy, nem? Miért? Kosztasz Fenerosz. Hát most azért ilyenkor még hozzá is bemennek, bár. Nem? Ma van az, hogy elmegyünk ajánlni fél áron tudsz komolyan? Menni. Így van, hát azon éttermekhez, akik csatlakoznak. Érdemes foglalni, aki, mert hogy ilyenkor minden tele van. Azok
azoknál, akik féláron árulnak. Érdekes, ugye erről pont tavaly beszéltünk, hogy aki volt ilyenkor témánk, megy, az sokszor rosszabbat kap. Hát rosszabbat kap, de valószínűleg aki ilyenkor megy, az nem is fog menni egyébként évközben máskor étterembe. Tehát, hogy ez ilyen egynapos. Azoknak, akik tényleg nem engedhetik meg maguknak, talán ma elmennek egyszer. De ez jó, ez jó dolog. Igen. Ez a része, igen. Igen. 5 perc, pontosan 8 óra, Ákos jön a legfrissebb hírekkel. Ha van friss közlekedés híretek, küldjetek leginkább, hogy mi helyzet a Kacsó-Pongrácz felüljáron. Sokan kérdezik, hogy menjenek arra. Szerintem még nem dugó van, de a hallgatók úgyis elküldik, és akkor tudjuk nektek mondani. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és a Davasi kihajtónál Szeged felé az M5-ösön már mérnek. Ede mondta, hogy ezt gyorsan mondjuk be. Azt mondta, jó kis Dabas mód után. De egy jó Dabas mód után. Egy jó kis Dabas mód után már is itt vagyunk, és mérnek is a Dabasi kihajtónál. Valamint van infónk a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróról. Elesett, kerüljetek. Vele elveszett... kezdődik. Vele elveszett az M3-as bevezető is. Nektek szép napot, az araszolgatóknak kitartás. Zsú küldte nekünk. A Kisfaludi utcában kitört a kerek egy autónak, állnak a buszok, hatalmas a dugó, Boci küldte. M1-es Győr felé az MH már 3 kilométeres a kocsisor. Rapidos Zsolti írta nekünk. Igen, ennek az az oka, hogy az 53-as kilométernél Győr felé kamionos szalagkorláton van, és emiatt dugult ott be a forgalom. Azt nem tudom, hogy pályazár van-e, vagy egy sávon megy a forgalom, minden esetre ott is hatalmas a dugó, aki Győr felé megy, kerüljön és meneküljön az autópályáról. Az 53-asnál van a baleset. Döglött csuklós busz az M5-ösön, a határúti felüljárónál, a város felé. Erős torlódás, ATESZ küldte nekünk, köszönjük. És hevesen trafiznak Tenk felé, ezt pedig Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. Thank you. Micsoda? Sem. Halucináltam, vagy mondtál valamit? Igen. Én hallok hangokat, de ezért én meg sem lepődöm, és nem teszem szóvá. Mit mondanak? Mindenfélét. Nagyon sok hang van a fejemben, aki hozzám beszél folyamatosan. Na, valentínozunk egy kicsit, hiszen csütörtök van, és ugye többen kérdezitek, hogy mi helyzet Biogabival, de Biogabi két hetente nincs, van. Úgyhogy Biogabi nincsen most. Nincs. Lesz, az érdeklődőknek köszönjük az érdeklődést, két hetente van Biogabi, úgyhogy jövő héten csütörtökön érkezik. De mondjuk én készültem egy kis témával, ettől függetlenül csütörtökre annyira maradjunk el azért, mondjuk attól a fősodortól, aminek az alapét ugye lerakta így az elmúlt hónapokban, években a Gabi. Csak egy fotó, két mondat az egészről, tényleg tanulságos, érdekes, izgalmas. Néhány nap előtt készítettem ezt a fotót, egy ilyen literes teás flakonnak az oldalára volt fölírva. Kérlek szépen, olvassátok el a feliratot rajta, hogy mi található ebben a bizonyos üdítőitalban. Gondosan kiválasztott barack aroma. Nagyon jó. Nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Ez döbbenet. Ez mindennek az aljai, amit nem láttam. Ez a fajta törődés, ez nekem nagyon jól esik. Hogy még a barack aromát is gondosan kiválasztják. Hogy nem vackot iszol, hanem egy jót. Egy fennülnek a polcra, aztán levesznek valamit. Gondosan kiválasztod a barack aroma. Ez döbbenet. Ilyet még nem hallottam. Pedig a vízüket nagyon kedvelem. A sima vízüket nagyon finom. A sima víz az szerintem az övék a legjobb. A teával sincsen egyébként semmi, kellemes jó ízű. Én megmondom őszintén, viszonylag rendszeresen fogyasztok ilyeneket, de most már így, ez hogy hihetetlen. Tudom, hogy gondosan kiválasztják a barackaromát, és nem csak valami kis ilyen szedett-vedett aromát raknak bele, hanem gondosan kiválasztják. De ne így áll ilyen ízesített vizeket, ezek nagyon nem jó. De hogy értitek? Hát ez nagyon-nagyon nem jó. Gondosan kiválasztott barackaroma, ilyet még nem láttam, ez nagyon szemtelen. Nem ám a koranyáron leszedett kicsit már rothadó barackhoz nyúltak, hanem az őszi napérlelte finom, ízes barackaromához nyúltak hozzá. Elképesztő. Nincs nem akármilyen barackaroma. Semmi rossz, ugye nincs színezőanyag, és még az aroma is. Gondosan kiválasztott barackaroma. Nagyon jó. Nincsenek flendrián vegyészek, akik csak úgy összevisznek. Ráadásul ugye ez nem egy olyan termék, ami 100 forintot ad 3 litert, és akkor nem tudom, tehát egy jobb, egy prémium termék. Hát az, mert minőségi az aroma. Az ásványvízben. Igen. Néhány nappal korábban pedig vásároltam egy ilyen csoki mousse, tehát egy ilyen, tudom én, egy kicsit így ilyen mogyorokrém jellegű terméket, az egyik hiperbe, arra pedig az volt ráírva, hogy csokoládémusz légbuborékokkal. Hogy kevesebb anyag legyen. Így van, de minőségi. De ki kell fizetned a buborékokat? Szerintem benne volt az árban, de azok se lettek akármilyen légbuborékok. És jó volt legalább? Jó, egy teszt alapján vásároltam amúgy.
fent az egyik portálon volt, így teszteltek mindenféle ilyen második sodorban lévő ilyen, ezeket a kevert krémeket, aha, amikben van tejkrém is, meg van ilyen csokoládé vagy magyarókrém, és azok közül ez volt a teszt győztes, és akkor ilyenkor én mindig meg szoktam venni, aztán megkóstolom, hogy tényleg megérdemelte. És hogyha nem érdemlők, akkor írsz. Akkor most reklamálni. Kedves tesztelők! Kedves tesztelők! Na minden esetre ez van. Jó, nyugodjunk meg. Tehát, hogyha vásárolunk ennek a cégnek a termékéből, abban bizony gondosan kiválasztott barackarom a található, nem csak valami hulladék. Az elképesztő. Elképesztő, igen. Na, valentínozzunk egy picit, mert ugye 9 óra után nekünk trollperceink vannak, viszont most mondjuk már, hogy aki kíváncsi az eredmény hirdetésre, az, ugye holnap is van egy fix rovatunk, de az holnap elmarad. Úgyhogy holnap 9 óra után hívjuk majd Patrikot, Miss Pénteket, és 9 után mondjál Patrik, hogy kit választ, őket újra összekötjük majd, megbeszéljük a részleteket, és aztán ők elindulnak valentinnapozni. Csak azért mondom, mert itt már mindenki rá van gerjedve, hogy vidd a hétfőt, keddet választ, szerdát választ, még ne döntsél, hallgass meg a csütörtök pénteket, és mindenki kíváncsi arra, hogy Patrik kit választ. Tehát holnap 9 óra után lesz majd a nagy döntés adásban. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy már milyen lesz a hangulat a Patriknak. Vagy még mindig megvan elecsemve. Igen, érdekes volt a tegnapi ír, tanulságos volt. Bedózerolták tegnap, a fiút. Igen, aki nem hallotta, Patrikot megették reggelire, és hát jött Miss Szerda, és a maga temperamentumával, lendületével, és életigenlésével egyszerűen megette Patrikot. Patrik, mikor újra megszólalt, akkor azt hallottuk, hogy egy megszeppent kamasz van a vonal másik oldalán, aki megpróbálta a magasságra, meg a súlykülönbségre, nem tudom, mire fogni a dolgot, de igazából megijedt. Tehát Patrik egy kicsit megijedhet a csajtól, hogy nem ő irányít, nem ő dominál, hanem jön egy erős kezű nő, és rendbe teszi, és tényleg vasárnap délután, amikor el kéne adni a szobát, egy fűtőtesthez láncolva így találják meg. Igen, egy rózsaszín plüssbilincsel kikötve a fűtőtes csövéhez. Szóval Patrik egy kicsit megijedt, ha tippelnem kellene, valószínű nem a Szerda. De hát nem tudhatjuk, hogy aztán hogy dönt, lehet, hogy rábeszélik, vagy mégiscsak vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, illetve hát van még két jelöltünk, akit ugye nem tudunk, hogy ki lesz. Igen, de hát a lepotrozó királyok rögtön rárepültek a hölgyre. Tehát ha Patriknak nem, akkor nekem kell. Az én számomat kiadhatja. Tehát valaki nem szereti ezt a típust. Tehát, hogy aki ennyire tudja, hogy mit akar, aki ennyire irányító típus, megmondom őszintén, hogy én attól függetlenül, illetve természetesen nem tehetem meg, de ha megtehetném, én nagyon szívesen. Szívesen lennék a kis pudlia. Sétáltam. A tegnapi lányzónak tegnap volt Timi, ugye? Tegnap, igen. Hát te adás után te bementél értekezletre, én ezt hallgattam. Ez a nő nem kell neki. Ez nem normális. Hát ha én most mehetnék, hát de... Jani, neked a Bax csomópont nem letépték volna a fejedet, és már megzabáltak volna a kocsiba. Tehát, hogy te ennek egy a nőnek sáska. Előétel lennél. Te előétel. Is. Kicsi pórázon vinne be téged a recepcióra, a hévízi hotelbe. Így az így az olyéba. Egy kis kínai kopasz kutyát ott mennél. Nyűszítve. Várjál, felveszek, vízes lesz a kis lábad. Már zöld a lámpa, húha, már villog, felkaplak, hogy gyorsabban átérjük. Nyűszítve várnád, hogy végre hadd menjetek ki a szobából vacsorázni, érted? Nem, már nem bírod, már nem bírsz többet. Mondjuk ez bírom, ahogy tudod. Te Timi téged megkajálom. Ne, egy erős kezű nő volt valóban. Az. Figyelj, itt nem kell azon agyalnod, hogy csábítsd el, hogy közeledjél hozzá. Ő majd megmondja. Ő intéz mindent. Nagyon kényelmes. Patrik valószínű szintén ugyanilyen, ő szeret mindent ugye a saját kezében, igen. És ezért lehet, hogy a tegnapi leányzó egy kicsit sok volt neki. Na, meghallgatjuk, hogy vagy mindjárt kiderül, hogy ma ki az illető, jön mi csütörtök, de előtte itt van Patrik. Patrik, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Patrik, kapsz egy tapsot is, hello Patrik! Na, mi újság van? Tegnap egész nap oda bilincselve ültem az asztalomhoz, hogy szokjam a hétvégét. Gyakoroltál. A tévével menni. Mi csapodott le benned a tegnapi beszélgetés után? Timiről? Azt hiszem, hogy egyet kell értenem veletek. Tényleg egy olyan határozott, mindig tudja, mit akar. Szerintem fix elképzelései vannak az egész hétvégére vonatkozólag. Maga a beszélgetés is olyan volt, hogy igazság szerint ő irányított végig, és ugye ezzel a kis játékkal is átvette ezt a irányító szerepet. Úgyhogy egyet kell értenem veletek. Egy erősebb személyiség, nem? Hát az a öntudatos, célra törő, a céljait valószínűleg mindig el is éri. Picit ijesztő volt? Inkább csak meglepő. Inkább csak meglepő. Igen, azt kell mondjam, hogy hétfő és kerthez képest abszolút egy 180 fokos fordulat.
Igen, erősebb személyiség volt. Igen. Hát ugyanakkor viszont a bevállalós kategória, tehát amiről te is beszéltél, hogy azért örülnél neki, hogyha mondjuk olyan lenne a hölgy, hogy egy picit rámenősebb, bevállalósabb lenne. Ő ugye korábban már bevállalt egy ilyen vakrandit is, ami azért nem akármi. A sötét szobás vakrandi. Az egy kemény történet volt, igen. Igen. Igen, a helyszín nem derült ki, hogy ez valószínűleg egy swinger klubot tudok elképzelni, mint első randi helyet. Ez nem kérdeztük tegnap, igen, ez egy érdekes dolog, hogy hol vannak ilyen helyek. Igen. Mit mondanak? Ismerősök, barátok tanácsolnak? Hétfő, kelt, kit vigyél, mi legyen, hogy legyen? Abszolút. Tehát egy olyan 150 üzenetet kaptam, bevallom őszintén, még a volt főnök asszonyom is felhívott, aki megismerte a hangomat. És mondta, hogy engem vigyél, papír, engem vigyél. Még egyszer. És ő is tanácsolt valamit, mint nő, hogy hallgass rám, Patrik, nő vagyok, tudom, vidd a hétfőt, a keddet, a szerdát. Nem, ő csak nekem drukkolt, hogy bízik bennem, hogy a legjobb döntést fogom meghozni. Uh-huh. Na jól van. Felkészültünk akkor, mi csütörtökre jöhet? Felkészültünk, jöhet. Jól van, akkor először kicsit mi beszélgetünk vele, aztán összeengedünk benneteket, jó? Rendben, köszönöm szépen. Oké, na, köszi Patrik, mindjárt hívjuk. Ismét egy albetűs hölgyünk van. Igen, hétfős kedd után. Ugye volt már Adrink, volt Timink, most jön egy albetűs, meg volt még egy albetűs. Albetűs lányunk, csak én gyerekek nevekből teljesen rossz vagyok. Itt van velünk Anett. Jó reggelt, Anett, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia! De cuki a hangod! Eddig inkább csak kemény hangú, keményebb hangú, határozott orgánumú csajok voltak, de ma egy kicsit törékeny, lágyabb hang. Hello, Anett! Sziasztok! Anett, na mesélj magadról, hány éves vagy, mivel foglalkozol? 35 éves vagyok, Budapesten élek, pénzügyi koordinátorként dolgozom, illetve fitness edzőként tevékenykedem, így a szabadidőmben. A fitness melyik ága ez? Hát egészen pontosan Root Fitness, Root Tent órákat tartok, illetve még Fitbox aerobikot. Fitbox? Kickbox? Kickbox? Fitbox? Fitbox. De hát érjünk át a rúttán. Igen, az mégis csak az egyes. Gondoltam, hogy az érdekesebb téma lesz. De ez már nagy divat már. Világbajnokság van belőle, hogy csajok mennek rúttáncolni. Ugye ez az, hogy jó értelmébe kell ezt menni, tehát már ez nem arról szól, mint régen, hogy nem tudom, striptease megvetköznek, hanem olyan komoly izmokat csinál, és megtanulnak hát most mozogni a rúdon, vagy most hülyeség, hát hasonlatokat nem akarok így mondani, áthalásos igen. dolgokat, de ugye, hogy erről szól tulajdonképpen. Így van. Úgyhogy Magyar Bajnokságot is szerveztünk el tavaly, ott azért egész jó eredményt értem el, illetve hát így a stúdiónkban is van egy junior világbajnokunk, úgyhogy elég komolyan vesztük ezt a küldetést. Na, magánéletbe azért ezt be lehet vetni, tehát értem a sportértékét, értem a világbajnokságot, de hogy van-e olyan, hogy tartasz egy bemutatót az aktuális pasinak? Hát, ha van rá igény, minden további És nincs most komi kapcsolatod, ugye, ha jól tudom, nyilván fura lenne, igen. Igen, nincsen. Mi volt a leghosszabb? Hát nemrég ért véget egy 4 éves kapcsolatom, úgyhogy most így belevetettem magam a szindik életében. Érdekes volt így a mai napi felvezetőd, mert ez így aktuális az én életemre vonatkozóan. Úgyhogy keresem a lehetőségeket, a programokat, a valami mást, hogy történjen valami, mielőtt jön az a meteor. Nem csapódik le. 4 év után fura volt szinglinek lenni? Hát igen, szokatlan ez az ismerkedési fázis, de most már talán kezdek is belejönni. Uh-huh. Aztán az embernek, hogy az elején fura, aztán az ember annyira belejön, hogy még meg is szereteti. Igen, most ebben az időszakomban vagyok, hogy most ez tetszik. Miért lett vége? Szétmentetek, elmúlt, történt valami, vagy csak egyszerűen elmúltak az érzelmek, és békében elváltatok? Igen, igazából így a szép elválást igyekszünk kivételezni, már nagyjából lefutott dolog. Nem akarja tovább rabolni az időmet, ő szeretne tovább lépni. Keresi a jobbat. Aha, tehát hogy ő döntött úgy, hogy akkor legyen vége, te pedig elfogadtad ezt a dolgot. Így van, jó. Hogy nézel ki, Anett? Mit tudunk rólad? Vagy mit tudhatunk rólad?
160 centi magas vagyok, bár ha mindjárt magassággal kezdek, inkább lehet, hogy 170, mert általában magas sarkú cipőbe járok. Uh-huh. Szőke, hosszú hajam van, barna szemem, vékony testalkatú, 51 kiló. 51 kiló vagy? Aha, tehát egy vékonyabb csajszű vagy. Igen, igen, inkább így a sportos, nőies vonal testalkat. Jól van, oké, akarsz-e még valamit mondani, amit nem kérdeztem meg, vagy amit tudnunk kell esetleg, vagy tudhatunk, vagy szeretnéd elmondani? Hát egyelőre röviden ennyi. Hasonló kalandod volt már egyébként, hogy egy idegen palival elmenni, akár egy randira, vagy egy hétvégére, úgyhogy ott találkozol vele először, vagy ez az első ilyen? Ez az első. Hát randizni nyilván próbálkozom, tehát különböző internetes vagy telefonos applikációkon fönn vagyok, és így próbálkozom ismerkedni. Uh-huh. Mit gondolsz Patrikról? Igen, nagyon szimpatikus. Tényleg? Igen. Szeretem az intelligens, humoros, de ugyanakkor bevállalós pasikat. Az első kettő az eddig kiderült számodra? Igen, igen? Abszolút. Igen. Mert a bevállalós az nekünk is kiderült. Igen. De igen, persze, hűlök. Tehát, hogy azt mondod, intelligens, humoros, bevállalós. Csajozógépnek tűnik, vagy elhiszed neki, hogy ő azért közben keresi az igazit? Hát ezt még nem tudom eldönteni, hogy valóban keresi az igazit, de talán azért 41 éves korára lecsengett már ez a nagyon csajozós időszak, de ezt sose lehet tudni. Uh-huh. Mert pasiknál így a 30-40-50 azért kapuzárási bánikkal szokott járni ez az életkor, de talán ő már esetleg túl van a másodikon is. De most ez neked inkább kaland lenne, vagy ha úgy alakul, akkor te is inkább az igazit keresed? Én nyitott vagyok igazából, aha, ami alakul, alakul. De nincs elvárás. Spontán vagyok. Jól van, oké. Okay. Na, megtudtunk mindent. Fiúk, valamit kérdezni? Mindent ja, tudunk? Semmi. Közben megnéztem a tavalyi magyar bajnokságon készült hát videót. Letiltalak a gépről. Én azt gondolom, hogy egészen nézze. Rendben van, így van, és nagyon gratulálok a második helyezéshez. Nagyon szép. Idén meg lesz az első is. Szurkolunk. Na, oké. Figyelj, Anett, akkor összekötünk Patrikkal, jó? Jó. Felkészültél? Várom. Na, figyelj, itt van Patrik. Hello, Patrik, újra. Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na. Jó reggelt, Patrik! Szia! Szia! Igen? Én kezdjem már mindjárt az ismerkedéssel a kérdéseket. Én azt vártam, uh-huh, hogy esetleg te vagy, aki megszólítana engem. Most egy olyan különleges helyzetben vagyok, hogy nekem kell választani az öt lányból, úgyhogy inkább átadom a szót neked, és figyelj! Jó, hát én azért kíváncsi lennék, hogy első kérdésképpen, hogyha mégis te tartod a gyeplőt, és te szeretnél meghódítani, ábrázolni egy hölgyet, akkor mit teszel ennek érdekében? Hát köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy nincs egy bevált séma, hanem igyekszem önmagamat adni, és aztán a lányok pedig eldöntik, hogy erre szükségük van, vagy nincsen. Nagyon-nagyon régen voltam egy ilyen klasszikus randin, amikor mondjuk egy elegáns étterembe beülünk egy csokor virággal. Én inkább az a durbelebum típus vagyok, aki elindul, és majd meglátjuk, mi lesz. Tehát nem szoktam előre megtervezni egy randit, hanem az adott szituációtól, illetve nyilván a hölgytől függ, hogy aztán abból a végeredmény mi. De azért egy helyszínt gondolom le kell fixelni, tehát azért azt te szoktad javasolni. Abszolút, igen. Tehát pontosan azért, mert vidéken dolgozom, azért elég behatárolt az az idősáv, amikor találkozni tudok, úgyhogy igen, ilyen szempontból abszolút kezdeményező vagyok. Következő kérdésem, hogy mi volt a legextrémebb helyszín, ahol szexuális légyóta került. Megérkeztünk a beszélgetésben. Ja, szennyvízderítőnek a partja. Akár. Igen. Azt hiszem, hogy az irodám asztala. Tetszik. Fekszik? Ja, tetszik. Tetszik.
Ez nyilván azért izgalmas, mert egy bankban ilyen amerikai stílusú open office van, tehát nem különálló helységek vannak, hanem inkább egy ilyen nagyobb. Ismerem. Úgyhogy nyilván benne volt az izgalomban, hogy esetleg bejön valaki és lebukunk. Igen, felbíkó helyszín. Mit választanál? Melyik a kedvenc színed? Angyali fehér, ördögi fekete, vagy inkább a démoni vörös? Azt, amit ne lindd, de fontos. Hát, hogyha eljössz hétvégén velem, akkor azt hiszem, hogy mind a hármat magaddal kellene hozni, és már most meg kellene kérdezni a szállodát, hogy be tudnak-e a szobába rakni egy rúgat. Azt nem ígérem, hogy viszek magammal, de ha tudnak szerezni, bármi lehet. Jó van. Akkor kérdezek én is. Hogyan lehet összeegyeztetni a munkádat, a sportszenvedélyedet, a magánélettel? Mikor tudsz ráérni, mikor van időd, akkor valószínűleg tanítasz is. Tehát hogy úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon elfoglalt vagy. Elég elfoglalt vagyok, ez így igaz. Igyekszem úgy szervezni az életem, hogy azért szabad idővel is, és egyéb programokkal teljen. Én szeretek szintén pörgős energia pasikkal összejönni, akik így bírják a tempót, tehát aki nem otthon ül és nem fog 10 órakor már szundikálni, mert mondjuk én például előfordul, hogy heti 2-szer biztosan 10 órára érek haza, de ha nyitott egy további programra, én benne vagyok bármikor, illetve azért a hétvégéim általában szabadok. Hétközben inkább így a késő esti órák, amiket erre tudok fordítani. Hány óra körül felkeltek vele korábban aludni? Tudod, az én koromban a kapuzálás itt Mániknál ez a nagyon hát így éjfél egy óránál tovább azért általában nem vagyok fent. Jól van. Ennyi? Megtudtatok mindent egymásról? Nem, direkt nem szóltunk bele, hagytuk. Hát ezek a kezdeti pillanatok, ezek izgalmasok. Ki mit kérdez, ki mit mond, milyen a hangulat, van-e kémia, nincs kémia, hát azért ebből sok minden kiderül. Oké, egyetlen egy pajzánabb kérdés volt, senki nem akar semmit a hétvégével kapcsolatban, az estével semmi, mindent tudunk egymásról? Meg vagyunk, szóljatok! Hát ez majd szerintem egy spontán alakul. Jó, oké, okay, nem erőltetjük. Egy dolog azért érdekelne, igen? Hogy mi Patrik kedvenc test része. Magán? Vagy... Egy hölgyön. Jó, nem mindegy, ugye? Imádom a szőrös köldet. Imádom a hónaljamat. Hát én eldöntöm, hogy én mit szeretnék rajta. Oké, Patrik. Azt hiszem, hogy a legfontosabb a fenék. A fenék. Igen. Egy kerek pop csinál, azt hiszem, hogy nincs itt szebb a világon. Hallottad, hogy megremegett a hangja? Igen. Megremegett Patrik hangja. Azért a színi opera se rossz. De azt az áhítatott, ahogy Patrik ezt kimondta. Neked, Anett, nem mondtad, hogy... Egyébként az enyém nem csak kerek, hanem kemény is. Bocs, Patrik, jó? A betyárját neki. Na jól van. Oké, Anett, még valamit Patriktól? Nem, azt hiszem. Tudunk mindent. Jó, holnap akkor 9 után jön az eredményhirdetés, és hallgass te is bennünket, jó? És legyél elérhető. Rendben. Oké? Okay? Puszi, Anett, köszönjük. Hello. Sziasztok. Ciao. Hello. Nem csak kerek. Kremizizmos is. Ha elég fenekeled, akkor démoni vörös is lesz. Na, Patrik, mondd, amit gondolsz, nyugodtan. Nagyon szimpatikus. Igazság szerint az, hogy ennyire intenzíves sporttól, ez nyilván feltételezi azt is, hogy elképesztően csinos és jó alakja van. Uh-huh. Mind a mellett pedig hát nyilván egy tapasztalt, egy hosszabb kapcsolatból jött, és nyilván korban is illik hozzám abszolút. Jó, titokzatos, hogy egyelőre nem. Nagyon visszafogottan nem mondat semmit, ami konkrétan én benne. Én egy ember tudok, akit nem fog választani a négyből. Én sok mindenkire gondolok, sok mindenkire nem gondolok. Nem mondd el, hogy ki az. De hogy nem is akarom egy elmondani. Egy valakit, akit nem, biztos, igen, hogy nem. Hogy mindig azt érzem, hogy nem tudom, hogy mit gondol. Aha. A lányokról. Meglátjuk holnap. Figyelj, Patrik, holnap 9 után még megmutatjuk neked, bemutatjuk Miss Pénteket. Jó?
Jó, köszönöm szépen. És akkor utána már gondolkozza a neven is. Sőt, olyannyira, hogy onnantól kezdve felgyorsulnak az események, holnap nektek már találkoznotok kell, együtt felvenni aztán ugye az autót, amit adunk nektek, és kora délután indulhattok is. Jó, a szállodában várnak benneteket, tehát holnap már úgy intézt, hogy szabad legyél. Jó, én őszintén mondom nektek, hogy mindig azt csinálom, hogy párba állítom a lányokat, tehát mindig kiválasztottam az adott nap után, hogy mondjuk hétfő vagy kedd, és akkor jött a szerda, akkor szerdán már csak azzal az egy lányjal hasonlítottam össze, úgyhogy magamban azért nagyon-nagyon képben vagyok. Hogy az, hogy kettes volt a matekból, úgyhogy én nem tudom megmondani, most választanám. Patrik, ezt neked kell tudni. Adnak neked tanácsot, hogy ne válaszd, őt választ, főnyeremény, ha őt választod, már délbe itthon vagy, ha nem őt választod, akkor nincs is értelme a játéknak. Az a jó, hogy ezzel mindenki együtt él, mindenki választana, mindenki döntene, ha pasi lenne, abba gondol bele, hogy kit választanál, ha nő lenne, abba gondol bele, hogy te milyen vagy, és elmenne, nem menne, valaki közben erkölcsi fertőt emleget, imádom, hát ezért imádom ezt a részt. És ha akarod, most még nem késő, lehet Miss Péntek helyett Mr. Péntek. Nem, például fekete pár. Igen, és itt van a vonalban Béla. Szia Béla, mit tudunk ma, mert 180 centi vagyok. Nagyon. És azt kérdezem meg tőled, Béla, hogy zavar egy picit alacsonyan nálad a barátod? Igen, kedvencem a tüzér naspolya. Na jó. És a becsárkörte. Oké, Patrik, holnap hívunk 9 után, jó? Jó, köszönöm szépen, várom. Ciao, hello. Hello. Fú, te. Kíváncsi vagyok. Hát lenne tippem, de ne lőjük el, még egy gondol valamit. Akar, nem mondom, egyet el, érzek, ami nem, de a többieknél annyira homályosan fogalmazott Patrik, érted, hogy azt se lehet érezni, hogy na most erre kicsit hajlik, kicsit nem. Igen. Nagy játékos. Azért izgalmas a dolog, mert két egyforma lány még nem volt. Semmilyen tekintetben. Se külsőre, se habitusra. Nagyon érdekes. Énekek mi így is úgyis itthon maradunk. Úgyhogy nem minden kérdésig. Gyűlölöm ezt a játékot. Fúj. Jöjjenek a hírek. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt pontosan. 4 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, írjuk le egy papírra, hogy ki mit gondol. Hogy kit? Hát szerintetek kit választ? Ja. És utána kibontjuk. Ja. Hát kinek milyen a megérzése? Azért, hát de még nem ismerjük, várjál. Írjátok le, hogy ebben a pillanatban ki mit gondol. Hát a Péteket még nem ismerjük, de ez nem baj. Jó, tehát ha nem Pénteket választja, ha nem Péntek, akkor ki. Jó. Mindenki leírhatja, de nem mondjuk el. Jó. Tehát nem befolyásolunk ezzel senki, csak hogy szerintetek itt, én is leírtam, hogy szerintem eddig ki áll nyerésre. És akkor begyűjtjük. Én aláírom, hogy már a írásomat megismertek, hogy Balázs. Ide írjuk. Jó. Oké, tehát hogy szerintetek Patrik kit választ, itt a hallgatók is találgatnak, és mindenki lázban ég, csak egy-két SMS. Azt mondja, hogy kíváncsi lennénk, mennyi jelentkezne a játékra, ha Patrik autószerelő vagy esztergályos lenne. Valaki önnek savanyol szőlő, mert nem jutott be, valószínű. Úristen, Patrik, vidd mi csütörtököt, szerintem egész nap ki se jönnétek a szobából. Ennek a csajnak a hangjától valószínűleg kiütőt is kapnék, de azért ennek ellenére őt vitnél. Patrik, nem teheted meg, hogy nem őt viszed. Az én rudam. Ja nem, ezt nem folytatom. Igen, Patrik, szerintem ne őt vidd, a szerdában sokkal több lendület volt. Várom a holnapi döntést, kíváncsi vagyok, mi lesz. Hát ez a lány, ez picit kommersz, kérem a következőt, egyelőre én Miss Keddet vinném. Patrik, szerdát vidd, nem hibázhat, hallgass rám, öreg csajozógép vagyok, tudom, hogy mi a frankó, vidd Miss Szerdát. Patrik, nem ez a droid, amit keresel, ne őt válasz. De jó. Jó, ide jó. Úristen, azonnal Patrik Csaplerá. Tuti, hogy jó választás. Nem választhatod az előző hármat, ők túl rámenősek voltak, legyen Miss Csütörtök. Ezek a lányok meg akarják hódítatni magukat. Mikor küzdenek Patrikért? Nem erről volt szó? Írja valószínű egy női hallgatónk, aki szintén kimaradt a játékból. Vagy nem jelentkezhetett, mert apa... Vagy lehet, igen. Gyerekek, kíváncsian várom a holnap 9 órát, kíváncsi vagyok, hogy Patrik kit választ, én Miss Csütörtököt vinném egyértelmű. Tinminél szerdánál nincs jobb döntés, Patrik, ne légy gyáva, válaszd Miss Szerdát. Miss Péntek, Gyula vagyok, kerek és kemény, válasz engem.
Miszked nagyon menő, én őt javasolnám. Kíváncsi vagyok a holnapi döntésre, hallgatlak majd benneteket. Na, hát holnap 9 óra után elmondja Patrik, hogy kit választott, sőt újra összekötjük ugye őket, és aztán elindulnak egy romantikus vakrandira, ami az elején vakrandi, ugye ott már utána nyilván találkoznak, látják egymást, majd hétfőn újra hívjuk őket, hogy elmeséljék, mi történt a randin. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a tavalyi év az, hát nem tudjuk, hogy sikerült, mert ellentétes információk mást vannak. Mást hallottunk, mint ami adásból kiderült. De adásból az derült ki, hogy nagyon szépen el voltak 3 napig, beszélgettek, de semmi. Úgyhogy kíváncsiak, hogy Patrik most tesz az ügyért. Én nagyon hiszek benne. Kibe? Hogy a sarkára áll és bátor lesz. hogy akkor szerdát viszi? Timi? Igen? Hát Timiben volt lendület valóban. Na jó, hát még azért ne temessük a dolgot abból a szempontból, hogy nem... Oké, most formálisan leírtuk, de hát még itt van Miss Péntekünk. Persze. Róla még egyelőre keveset tudunk olyannyira, hogy még akár dönthetünk úgy, hogy meg sincs. Hát, és valentin@classfm.hu, tehát még mindig van egy hely kiadó, most már csak csajoknak lehet jelentkezni, ha úgy gondoljátok, hogy Patrik a ti emberetek, szimpatikus, kedves, normális, és eltöltenétek vele egy vakrandit, úgyhogy minden mi állunk, akkor lehet jelentkezni, mert hogy még várunk jelentkezéseket egészen nyugodtan. Te, szingli, bevállalós bombanő, igen, te, most írd meg azt a levelet. Ilyenkor vizionálsz is valakit, vagy csak úgy, mi volt előtt? A két hatalmas melleng kívül volt előtte, bármi másod, vagy csak nem két mellett láttál? Nem, csak a melleng. Nagyon jó SMS-eket kapunk. Vidd mi szerdát, vidd, üdv a férje. Vidd, jó messzire. Igen, ja Istenem, hát kíváncsi vagyok. Na, jó van, holnap 9 után ugye kérdés-válasz rovatunk szokott lenni, de holnap ez elmarad, mert ez most fontosabb, úgyhogy holnap 7 és 8, 8 és 9 között témázunk, és aztán 9 óra után tesszük majd fel az íra a pontot, jön a nagy döntés, illetve hát újra picit összeengedjük őket, ki mit pakol be, ki mit hozzon, megbeszélik a részleteket a fülünk hallatára. Nem olyanok vagyunk, mint ilyen perverzőre kukkolunk. De az egész ország kicsit kukkol. Tehát ezt a rovatot hallgatod, most egy picit kukkolsz, nem? Ami egy ősi ösztön, ez mindenkiben benne van, tehát ott vagy két ember privát beszélgetésénél, mit mondanak elsőre, milyen a kémia, hogy érzik magukat, működik a dolog, nem működik, picit ez egy ilyen virtuális, és hát nem tudom, ilyen fülön keresztüli kukkolás. Igen, ugye? Csináltunk magunknak egy ilyen valóság. Audiovizuális kukkolás. Picit kiszabadulsz abból, amivel te magad vagy, mert mondjuk a párod van, te nem tudsz ezen indulni, de beleképzeled magad Patrik helyébe, hogy 5 nő közül választ a szemét. Én meg itthon egyedül vagy. Az asszonynál. Igen. Na jól van, oké, meglátjuk, mi lesz holnap. Most viszont mutatjuk a beugrót, figyeljen mindenki. Ez a beugró a 3-as ugráshoz. Aha. Van baj. Hát nálunk, reméljük a hallgatóknál nincs. Igen, hát ez nem tűnt egyszerűnek. Nem baj, egy kicsit dolgozom mindenki. Jó? 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ezt kellett nekünk kellene nekünk elküldeni. Jó? Az SMS számunkra, mi pedig jövünk. A drága trollokkal egy kicsit megint megnézzük, hogy mit alkottak a héten, hogy vannak, élnek-e még, kini élték ki a nyomorúságukat, azt, hogy haragszanak az életre, haragszanak a világra, és utálnak mindenkit. Mi most egy kicsit rajtuk nevetünk, és megnézzük, hogy hát ki volt ezen a héten a céltáblájuk. A célpont a célkeresztjükben. És nagyon szépen köszönjük nekik, hogy továbbra sem békültek ki a sorsukkal, és hogy számíthatunk rájuk hétről hétre. Így van. Jövünk Ákos híre után, 4 perc van pontosan, 9 óra, itt vagyunk nem sokára. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra után vagyunk, 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És kezd kisütni a nap, pár nap után világos van, és látjuk esetleg a napot, és nem esik az eső, tényleg? Uh-huh. Hát, meg kell találni a jót. Ez már az. Ez már az. Kicsit süt, néha. Igen. Meg bizony. Látom, meg hogy itt a grupom a arénán meg csillanni a napfény. Hát azon minden megcsillan. Azon megcsillan. Az a légy is segreű rajta, annyira csillog. De tényleg, komolyan mondom, néha most visszatükröződik, és azt látom, hogy mintha egy picit sütne a nap, de ez csak így, tehát ne vegyetek magatokra, üdv meg szakad az eső, tehát most ne vegyetek, irigyetek erre az egy mondatra, légy színe, húzza fel magát senki. Szakad az eső, rohagyjatok meg. Nem ezért mondtam, hogy ingerelj bárkit, ahol esik az eső, csak azt láttam, mintha egy pillanatra kisütött volna a nap, és hát sok-sok ilyen sötét nap
nap után azért ez már öröm. Az ember kicsit felnéz, és azt gondolja, hogy de jó, még jól tud esni. Van remény, tudod, még egyszer majd tavasz lesz. Így van, de ami kisüt a nap, addig mindenképpen az európai évfáj a szavazáson, mert hogy 2016-ban is versenyben Hota. Állunk, ezért a megtisztelő címért légy szíves szavazatok Bátaszék legöregebb fájára, a Molyhos tölgyre, mert egyelőre elég csehül állunk, mert az 1000 éves hársuk, kamu az egész nem 1000 éves, egyelőre vezeti a szavazást 13.701 szavazattal, a legöregebb fa Bátaszéken, a Molyhos tölgy 11.073-mal a második helyen áll. A többiek nem érdekesek, ők futottak még kategóriában. De nem érhet, nagyobb ország, hát még persze, hogy szavaznak, nem? Hát én megmondtam a megoldást, menjetek oda, azt vágjátok ki a cseh fájt, marad a miénk, nem? Gondolkodtam még egyébként rajta, ezt szerintem ez egy túl drasztikus módszer lenne, de ha találtok rajta egy odút, és bele tudnátok mondjuk így nyomogatni pár puszmánk moly bábot, ami aztán majd kicsit később ki kell, megzabálja a fát. Szvindurván áron holasztam, hogy valaki mondod, kivágta hogy a cseh fájt. Ne, vagy az is igen. És közben meg. Három nap múlva kivágták a cseheké 1000 éves igen. Hát, nem mondtuk komolyan, csak konkrecia nélkül nyert, Bátaszék legöregebb fája, a Molyhos tölgy. Az összes fát kivágták. Ami indult a verseny. Természetesen erre nem lesz szükség, mert szavazni fogtok a Molyhos tölgyel, és megnyerjük ezt is. Megértem, ha nem szavaztok, kedves hallgatók, megértem. Én tudjátok, ahogy... Szavazzatok, ne hallgassatok erre a fiúra. Nem a meteorban, most akkor... Ja, megértem. Hogyha nem vannak veled, akkor... Ha nem vannak veled, nem akkor megértem, veled, ha nem szavaztok. M1-es egyesállam felé az 53-as kilométernél 5-6 kilométer torlódás. Menekülő Óbaroknál le, Tatabányánál vissza. Az M3-as bevezető már a péntek estében létezik, keményen beállva. Ez hogy kell érteni? A csütörtök reggeli M3-as vezető már a péntek estében létezik, nem értem. Minden esetre be van állva, mert hogy egy nagy baleset van, igen, a Kacsó-Pongrác felüljáron, és emiatt arrafelé minden bedugult, hatalmas baleset van ott. Dugul az M3-as Nizza felé a Hungária körút. Tehát nagy a ramazúria arra felé. 47-es kőnél van a sor, még az M1-es dugóban. Ezt főnök úr küldte nekünk, a régi 5-esen a 106-os kavicsnál trafi, Monki üzeni, az Újhartyáni lehajtónál Kecskemét felé mérnek, valamint az M3-oson 60 irányában a 15-ös kőnél a belső sávban a forgalomban szembe német juhászkutya menetel. Ó, szegénykém! Kocsos! Igen. Srácok, miért mindig tökéletes csajok jelentkeznek erre a játékra? Egy olyan csajsz is sem volt, akinek egy kis feleslege lenne. Én hülye nem jelentkeztem, de jobb is, mert csak enném a kefét. Ez nem igaz, pont talán hétfőn vagy kedden volt egy csajsz, aki elmondta, hogy egy kicsit nagyobb popsi, nagyobb fenék, nagyobb mell, nem azt mondom, hogy kövér, de hogy ő nem a tökéletes. Meg ez akinek mi a tökéletes, kit zavar egy kis felesleg. Persze, tehát hogy volt ilyen is, olyan is, igyekszünk minden típusból választani, majd egy kicsit visszafogottabb, a tegnapi nagyon rámenősebb, tehát több karakter megmutatkozik ebben a játékban. Na, azt mondja, hogy... Meteor, vagy... Nem, még közeledik is. Közeledik, és azért bent szakadt a szó, lehelet, megszegik. Fostos lenne a gatyó, fostos lenne a gatyó. A fostos a bugybóka, te! Fostos bugybóka, nem lehet, kolbász, nem tudná több malacot levágni. Istenem, de szép hétvége lesz ez a Valentin. Hullanak az állatok, megint sírnak, a kis kerekórúak most fölsikoltottak, ahogy megint hallják ezt a megszólalást. Nem, megdicsőülnek. Tényleg, mi lenne, Feri, hogyha tényleg bejön ez a meteorit sztori? Rohanná az olba rögtön? Persze. Töltsétek a urkát, már egy jó utolsó. Hát persze, egy jó utolsó nagy vacsorát tartanánk, és akkor utána puff meteor. Mégiscsak könnyebb úgy átmenni a másik oldalra. Gyorsan egy gyors hagymás vér még talán beleférne. A disznó hurka kolbász univerzumodból egy kicsit valami kimozgatnám. Igen, de legalább úgy mennénk át a másik oldalra a sötétbe, hogy tele van a hasunk, érted? Tényleg ott térdepek, jaj, meghalunk, mindazt még éhesek, és mi ülnénk a srácokkal, egy utolsó fröccsöt le, nézd meg, milyen szép közelről, néznénk így a meteorra. Oda néz, hogy csillálni, hogy fényli. Puh, de villog, nincs ez közel, bum, tudod, az utolsó vonal. Érted, elmegy. Igen, de neked sem menne el. Kérdezek még abból a fájlikában, az Isten, de közel van, nézd már, kész. Akkor ígyuk, gyorsan. Sihet, ugye ide. Na, te meg ott állnál, az neked is annyi lenne, csak éhesen állnálod. Hát akkor meg nem minden. Te nem lennél.
de hol lenné valami leértékelésem, meg a tetyóba, vagy mit csinálnál? Az emlőfejű állomáson lenne. Gyorsan kiszaladnál Lőrincen a Zalkatér, vagy nem tudom, és még megfognál két csöcsöt. Hölgyem, hölgyem, ez az utolsó alkalom. Engedje meg, vigyázok magára. Istenem. Mindenki valószínű az ösztönlény szintjére hullana vissza. Anya, mennem kell Isten beletek, köszönök mindent. Irány a Zalka. Eddig benne. Irány a tizedik kerületben a Zalka. De hogy ezt nem tudom, minek mennék át Kőbányára. Hát, mert nem tudtam Lőrinci teret mondani. Nem tudom. Mi van nálatok ott Lőrincen? Vannak tereitek, vagy mi van arra felé? Nekünk gyönyörű tereink van. Van ott valami, amit érdemes megnézni? Ez egy csodálatos hely. Csodálatos hely? Csodálatos hely. Szóval... Igen, nem akarok visszatérni a reggeli fejtegetéshez, de érdekes tanulmány lenne. Gondold el azt a pillanatot. Azt mondta, igen, nem akarsz nem, csak egy mondat. Igen, de lehet, hogy mást akar mondani. Nem. Adjunk neki még egy esélyt, Feri. Na. Tehát nincs kontroll, nincs büntetés, nincs következmény, nincs semmi. Ja, elszabadulom. Légy színe, hogy mondjál, hogy nincs semmi, mert tényleg nem azt kimegyek. Mondom, tehát megérkezik ez a meteor, ami most nagyon közel, 11.000 kilométer, vagy akár 4 millió, még nem tudják. De nincs semmi. Két nap múlva vége van. Gondold el azt a pillanatot. Szerintem anarchia. Az biztos. Betörése. Betörés, erőszak, nyújtogatás. Hogy soha nem tudod nézni. Vinnék a tévét, de hova? Hiszen meghalsz. Lövöldözés, abban a pillanatban vége. Tehát nincs olyan fegyver, arzenál, katonaság, államország, aki abban a pillanatban meg tudná állítani. De civilizált országokban, akár szerintem Európában, Amerikában, ha használják, hogy két nap múlva vége a világnak. Nem? Ja. Káosz, anarchia, vége van. Az első között lennék. Most ezért nem is mondanák meg. A rendőrkapitányságon leverni a fegyverszekrénynek az ajtajáról a tutólakatot. Ott lennél? Mint a rögtön. De minek fegyverkezel két napra? Tehát két nap múlva eleve kérdés, hogy megmondanák-e? Hát, hogy mindenkinek megfoghassa a mellét. Ez kell pisztoly. Mostanáz az, hogy gyerekek, van egy kis baki, elnéztük, becsapódik. Én nem is vagyok benne biztos, hogy megmondanák. Szerintem nem. Mert annyira kezelhetetlen lenne a helyzet. Annak idején Csernobilt is elfelejtették megmondani nekünk. Mert ugye az emberben ott van, hogy mi van, ha nem, hát ne csináljunk káoszt, ne teremtsünk anarchiát, mi van, ha van egy 1%-nyi esély matematikailag arra, hogy mégsem. Vagy a légkörben megsemmisül. Tehát valószínűleg nem tudnánk. De ha tudnánk, az a teljes hát káosz, a teljes anarchia. Hát én inkább a 99-nek hinnék, mint az 1%-nak. És gondolom, még ha van 1% esély, bízunk benne. És gondolom, még ott vannak a vezető politikusok. Észak-Korea, a Putyin ülnek így a piros gomb fölött. Na végre. Akkor már úgyis mindig is elkezdenek nyomkodni a gombokat. Ezek frusztrált férfiak, ugye, akik ebben élik ki a férfiasságukat, hát végre megnyomhatnák azt a bizonyos gombot, amire egyébként egész életükben készültek, nem? Elindítom hozzátok a kulcsokat, elfordítok mindent, és mindent kilövök. Teljes anarchia lenne. Érdekes. De vajon akkor megváltoznának az emberek? Tehát, hogy akkor nem vállalnak jobbá, tehát nem mondaná azt, hogy itt ők akkor mégis bérem azt az 50 milliót az adóbevallásról. Most már úgyis igen, és a végén hirtelen tudod, a bolygó mégis elkerülne minket. És igen. Ott maradnánk egy ilyen totálisan magunk után felégetett apokalipszisszerű ilyen végítéletben. Hát, azt meg már nem fékezed meg. Nem. Mi lenne? Mindjárt mi van? Nem kell, hogyha érted, mégis túlélnék a dolgot, nekem meg volt az alka. Érted? Mindenki ott kesergett, zokogott, meg ilyesmélye. Én meg hogy hívják oda? Preparáltatnám a jobb kezem. Sok jó helyen jártál az elmúlt egy napban. A kérdés az, hogy az emberi tudatállapot merre billenne? Lenne egy heted, megváltoznál és bepótolnád, amit eddig nem tettél, vagy megőrülnél, és az állatiasos tünök törnének elő belőled. De valószínű, inkább szerintem az elnyomott, magadba elfojtott ösztönök jönnének elő, és törnének elő belőle. Tehát nem azt mondanád, hogy még jobb leszek, és magam köré ültetem a családomat. Elkezdeni a zabálni a zsenge vajbabot? Biztos, hogy nem. És nincs a baj. Mert lehet, hogy előtörne belőle az igazi vegetáriánus éne. Biztos, hogy nem. Nincs igazi vegetáriánus éne. Hát az nincs. Olyan nem létezik bennem. Egyébként felfoghatatlan. Egy hét és vége. Viszont egy hét alatt minden szabad. Mit csinálsz? Minden, szerintem nincs semminek következménye, nincs törvény, nincs börtön, nincs hatalom, nincs semmi. Feri, csak... akkor is lefutná azt a rohadt félmaraton. Hát, csak akkor előrehozzuk, akkor is lefutom. Már megcsinálom. Döljetek, is látnak, hogy a Feri. Csak biztos, hogy vége, tehát egyet tudsz. Igen, hülye vagy egyébként. Félmaraton. Akkor is lefutom. Nem hallhatok úgy meg, de igen. Tehát semmi más nincs, csak az, hogy vége. Eleve feltételezzük, hogy közölnék velünk. Hát mit tudunk mi arról? Erről a meteorról se kellene tudnunk. Ha náza mondjuk nem közdő, hogy ez ilyen közel jön, erre ők is felszisztentek, hogy ho-ho, ez azért lehet akár nagyon közel is, 17.000 kilométer tényleg nagyon közel van. De gondolj bele abba a tudatállapotba, hogy tényleg vége.
Hát, de mit érdemes-e valamiért törekedni még, hogy legyen valamit? Nem. Nem. Csak az élvezetek. Csak az élvezet? Csak az élvezetek. Hát de mi még egy sorozat, Walking Dead, még egy nagy szex, meg, tehát mi az élvezet? Kb. Ez, meg hatalmas kajálások, érted? Minden, amit még lehet. Én valószínűleg nem ezt csinálnám. De tényleg most végignézni még egy sorozatot, hogy mi a Walking Dead vége? Nem, ezt mondja, hogy az élvezetek. Erre ezt kérdezem, hogy most még egy sorozat, hogy mit csinálnám. Dehogy nem. Is. Megnézném, hogy csesz neki vár romjait. Ötöt. Nem, de most nyilván képvilág vége elő. Képvilág vége Nagyon-nagyon érdekes szerintem. Nagyon ülnél érdekes. Otthon a családod. Hogy tulajdonképpen szerintem. Azért... Az élvezetek együtt is lehet művelni. És ugye tehát, a másik érdekes kérdés, hogy azért viselkedem úgy, mert félek a következménytől, vagy mert előírják, vagy mert nem merem megtenni, de abban a pillanatban, ha a végrehajtó hatalom és az, aki téged szankcionál, az eltűnik, akkor onnantól kezdve utat engedhetsz a saját ösztöneidnek. Érted? Tehát egy csomóan szerintem nem azért nem gyilkolnak, mert nem mernek, vagy nem akarnak, hanem mert mondjuk tudják, hogy mi a következmény, és nem akarnak börtönbe menni, de valószínűleg meg tudnák tenni. Nem? És akkor most nincs következmény, akkor semmiféle következmény, nincs kipróbálni, igen. És oda mész Zsülhöz, és ledobod a, nem tudom, Margit hídról, és kipróbáltad, hogy milyen megölni egy ember, és mondod a Zsülnek közben, hogy Zsül, bocs, de úgyis meghalsz holnap, tehát, hogy vége a világnak. Szerintem nagyon sok ember gondolkozott már azon, hogy milyen lenne valakit az megölni, igaz, de nem teszi meg, mert fél a következményektől. Hát igen, de ezek, tudod, így Istent akarnak játszani. Tehát, hogy ez egészen te annyira alantas, annyira nyomorult, ha valakinek ez az utolsó gondolat, hogy egy héten belül, hogy akkor majd Istent játszatok, és akkor majd uralkodtatok másfelt, legalább ilyen formál. Szánalmas. Nem feltétlen ezért, csak egyszer nincs következmény. Na mindegy, nem lesz ilyen. Valaki azt érdez, nagyon tetszik, ezt mondja, Jani trüffeles szájjal csöcsörészni az egri vár pénztárosát falmászó felszerelés. És egyébként tulajdonképpen igen. Tehát az egyik kezedben egy lúdláb, a másik kezedben egy női mell, falmászó szed. Na, megeszem, fogom, felmászok, megnézem. A Feri valahol valószínű, még tekerni a pörzsölőt, ugye, még fújna a disznót, még csinálna a hagymásfélt, enne, inna. Mindenki a sajátja. Igen, vagy rágyújtaná csak egyszerűen simán, nem? Az is lehet. Még egy utolsót. Balázs még utoljára kiosztál az MTV-át. Akkor már nem minden gyerekek mindent lehet. Akkor már mindent lehet. Feneset ugye nem tudom, mit csinálnék egyébként. Na, megmutatjuk, hogy ugye milyen. Most trollpercek, csütörtök van, úgyhogy megnézzük hazánk trolljai, az elégedetlenek, a mások kárán örülők, a rossz indulatú nyomoroncok. Rossz indulatú nyomoroncok, igen. Mit írtak, kit bántottak, megnézzük őket. Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Így írtok ti, trollpercek a Morning Show-ban. Hát volt, volt muníció bőven. Ugye? Mert csak minden történt a héten. Sok minden történt. És egy nagyon érdekes dolgot vettünk észre. Ugye azért mi beszoktunk tárazni előre a különböző cikkekből az alapján, hogy milyen kommenteket látunk alatta. És némelyik sajtóorgánum azzal az eszközzel él, hogy amikor azt látja, ez aztán lehet, hogy az annak a köze van benne, akiről szól a cikk, de amikor azt látják, hogy nagyon sok troll összegyűlt, és nagyon durván osztják az illetőt, akiről a cikk szól, akkor egyszerűen eltűntek a kommenteket. Így van. És most azért nekünk ment a levesbe ezzel egy-két kis tegnap történet. Este olvastam egy nagyon jó hírt, drága, aranyos Szabó Zsófiról, aki nálatok az RTL klubon televízió műsor vezető, hol vezet, hol nem, de egy cuki cikk volt tényleg, még akkor is cuki volt, szerintem, ha nem szereted a csajt, mert így nagyon jó beszélgetés volt vele, na és ott aztán elindult a komment cunami, amit kapott szegény, én nem is mondom, behozom azt, hogy akkor így szemben, és mára nincs nem, meg, ennyi. Mára leszették, ez hogy van? Hogy az újság szedi le, vagy a portál, aki fölteszi, vagy a sztárnak nem tetszik, és azt mondja, hogy vegyétek már le a kommentelés lehetőségét, hogy működhet. Ez utóbbi? Szerintem ez az utóbbi lehet. Én nem tudom, hogy hatással lehetnek-e egy online újság komment rovatára a csatornák, hogy létszi ne. Szerintem ezt az újság gondolhatja, hogy ez túl durva, és akkor azt mondja, ez a cikk nem kommentelhető. Aha.
vagy leveszi a kommenteket, és akkor odaírja. Nagyon bántották? Nagyon, szegény. Igen? Nagyon, minden. Pedig most tényleg aranyosat mondott, hogy itt most fogyott, meg hogy tudja, hogy vannak hibái, szeretne javulni, egy csomó minden. Amit így azt mondott, hogy emberi, nincs vele baj. Hát volt vele. Na, hát igen. Na, és vele. Begyűjtöttem egy ilyet, Julien a Shy Guys-ból kézrátétellel gyógyít. És direkt azért mentem föl, elolvastam a cikket, mondom, kíváncsi vagyok rá, ez jó, már ugye? Láttam, hogy ez már úgy rendben van. Aztán kiderült, hogy nagyon komolyan egy ilyen ezoterikus vonalon mozog, és nagyon komolyan foglalkozik egy-két olyan praktikával, amikor energiával gyógyítanak, tehát hogy azért nem az a vajákos vonal, tehát nem ez a hogy hívják, akiket látsz különböző televíziókon. Igen, hogy most tehát nem ez a tenyérjós kategória. Elolvasgattam a kommenteket, hát ott is voltak jó tanácsok. Osztották a nyomzat, hogy igen, hogy mit gyógyítson szájjal. Óriásit kapott, de ott is eltűntek a kommentek. Jó, magas labda a kézzel gyógyít. Igen, ez magas labda. Na, nézzünk egy-kettőt csak, hogy kommentelünk ezen a héten, milyen hangulatban várták például a csütörtököt, vagy a pénteket, ami ugye közele, kedden újra műtőbe tolták a barátok köztárját, egy 5 centis csontrész a lábában sehogy sem akart összeforni, várhatóan hónapokig nem tud majd dolgozni, de párja Pikali Gerda gálásan gondoskodik róla, és ugye a nyári motorbaleset nyomait próbálják meg eltüntetni, ami nem csak a lelkében hagyott nyomot, hanem sajnos a testében is. Egy 5 centis csontrész nem ford össze, meg kell nyitni, és a csontnövekedést elősegítő csontszilánkokkal kell kitölteni az érintett felületeket, majd fémlemezekkel rögzíteni. A Honvéd kórházban végezték el a műtétet, ott volt Gerda, és még az utolsó pillanatban puszit adott párjának a kis szájacskájára, ahogy betolták a műtőbe. Hát ugye, gondolnád, hogy persze. Mégiscsak azért ez bárkivel megtörtént, szörnyű, hónapokig nem lesz állás, az pénzet az keresett. Empátia. Jön az empátia, érkeznek a trollok, és kifejtik a véleményüket, hogy mit gondolnak erről a hírről. Egészen elképesztő ez a fajta hihetetlen primitívség, nyomorúság és kárörvendés, ami van bennük. Tüntessenek az anesteziológusok Pikali ellen, mert elveszi a munkájukat, és nem adózik az államba ringató csókért, írja valaki. Rékasi, ki a jó fene sajnál téged? Írja a másik nagyon rosszulatú. Ez meg mi a túró? Hány inger ez a sorozat egy alkeszről meg a szukájáról? Írja a paranoid hozzászóló. Fogazátok ezen a Rékasi rendesen, jön olyan nagy megfejtő, ugye? Ő az, aki mindent tud, előre látja, hogy mi történik. Bicegős marad élete végéig, viszont kezdődik. Ha nincs pénzem, duba, Pikali is jól kifogta. A pénztermelő bikája lesántul, csak a gond van vele. Jézus. Meg is lesz ennek a böjtje. Hajjaj, még a végén ő tarthatja el a kivénhedőben lévő madarat. Írja az igazán jó indulatú. Aztán Pikali majd a szerelemtől elvakultan átképzi magát ápolónőnek, Gézüt meg beperlik átkozódás miatt, mert biztosan ő a hibás, kártérítés megoldva, írja valaki. Ha fáj a boldogság neki. Hogyne, hogy abszolút. Tényleg? Igen. De miért? Ha én kórházba vagyok, és betolnak a műtőbe altatásra, ne jöjjön oda a béka, és ne adjon egy puszit, hogy... Ne legyen ilyen kegyetlen. Ne csináljon ilyen más rovására. Ne legyetek ti ott boldogok, mikor titeket betolnak a műtőbe. De igen. Tudod, hogy nem úgy közeledik az, mint a te szerelmed. Ő egy pénzért szuka. Már bocsáss meg. Jön az aggódó, aki saját egészségét félti egy ilyen hírben, és nem törődik veled, azért bekommentel, abba a kórházba sem megyek, ahol a műtőbe civilek smaciznak. Ő a... Hogy miért? Csak tűzoltó katonák és a katasztrófa védelemnek az emberei, vagy egy civilek smacizna. Igen. Ez egy érdekes dolog. Igen. És jön a végső lezáró, aki megadja és fölteszi az írra a pontot, aki az örök elégedetlen, a címtől is elhányom magam. Így is. Mert hogy ugye az volt, hogy puszival köszönt el a műtőben. A pusziról honnan tud az újság egyébként? Ez érdekes kérdés. Érdekes felvetés. Honnan tudja az újság a puszit? Hát két szerelmes, egymás szerető ember esetében szerintem, hogy nagyjából beszokott jönni ez a blöff, nem? Puszival köszöntek el egymást. Hát biztos. Na nézzük, Rubin, Réka, ugye hát őket is bántják elég sokszor, és hasonlít nagyon a lánya Rékához, vagy Réka lányához, nem csak külső jegyekben hasonlítunk egymásra, nyilatkozta. Eddig nem szenzáció. Eddig nem szenzáció, így van. Hasonlít az anyukája. Rengeteg szeretet van benne, egy segítő kész, és Lara, hát 13 éves, és a 20 éves Rékára hajaz. Hát cuki hír, nincs benne semmi. Abszolút. Meg ráadásul ez az anya-lánya fotó, az mindig aranyos, vagy apa-fia. Jönnek a trollok. Ja. Felhúzzák az inguját, és elkezdik. Elkezdenek mindenkit osztani. Ez gyereket is nem kimélve azonnal. Mert megvan előttem a kép, hogy ezt elolvassa, és tényleg föltűri a boldogok felnyádat, majd most megírom. Gazdagok is vagytok. Még egy kortsör.
Még egy sluk. Tényleg. Elkezdek írni. Mintha a száján köpte volna ki. Beszarás, micsoda megtiszteltetés. De Éka, amennyivel öregebb, annyival több foga is van. Holnap Noibi és a fiúcska képet kérném összehasonlításképpen. Mi is szoktunk ugye Noibi-Noibizni, de nincs bennünk azért rossz indulat, ezzel ne keverje össze senki. Jó, hogy nem nyitotta ki a száját a szemüveges felvételen, mert akkor egyértelműen hasonlít az anyához, hiszen a fogai is teljesen ugyanolyanok. Lófogú? Írja valaki teljesen jó indulattal. Az orra kire hasonlít? Kérdezi a másik, aki ugye úgy indít, mintha ő csak aggódna. Ő az aggódó kommentelő. Igazából feldobott egy labdát. Mert nem répácska forma, az is biztos. Legközelebb műanyag. Ugye, ő a finom, aki csak lazán indít. Ő nem répácska forma, jaj, egyébként répácska. Nagyon aranyos gondolnád. Legközelebb műanyag cicikkel is látjuk Larát. Ja, milyen művész is lesz a kisrány? Remélem nem celeb, mint a szülei. Itt már megkeseredik, és itt már előjön belőle minden. Ó, Istenem. Aztán egy másik. Ugyanúgy életművész, mint az anyja. Majd megkapaszkodik valakiben, és feltornásza magát mintos magasságokba, érje valaki. Ja, és Rékán a csukva van a szája. Csoda, hogy nem fullad meg. A brutál rossz indulat. Jaj, Isten. Isten. Valószínűleg pont azt fogja csinálni, mint az anya. A hozzáértő kedves, nem akarlak bántani, én csak segíteni akarok. Trollkodó. Ez a normális számára. Ugyanúgy hamarosan két egyforma példányban fogják idegesíteni az országot. Naponta, írja valaki. És jön a lezáró, aki csak úgy leírja, nem akar ártani senkinek, ugyanolyan ronda, mint az anyja. Hát ott azt tegyek, nem most beírja, most nem beírja a végére. Csak ennyi ideje volt. Az az érdekes, hogy van két-három név, aki minden egyes cikknél ott van. Most már azért hosszú ideje nézem a kommenteket, tehát ők az igazán rohadék visszatérő, nekik a legnyomorúságosabb az életük valószínű. Tehát ez mennyi energia? Bemenni, beregisztrálni, nem? Egy családlátogatásra. Tehát érdemes lenne elmenni hozzájuk és körülnézni egy picit, hogy vajon mi lehet az oka. Igen. Mert biztos, hogy nem azok az emberek az okai, akiket. Igen. Kőkeményen kioszt. Na, volt egy nagyon érdekes hír, hogy az elmúlt napokban nagyon sokat lehetett olvasni arról, hogy Zsuzsák Balázs török csapat a Bursaspor anyagi gondokkal küzdik. Nemrégiben a klubnak az elnöke arról beszélt, hogy 19 millió eurós hiány van a klubnál. Na, és akkor ennek kapcsán a sportbarátok, a fanok megérkeztek. Persze, hát természetesen rögtön megjelentek. Rárepültek a cikre. Így van, és rögtön elkezdték írni. Alapvetően nem meglepő, hogy nem a klubbal foglalkoznak, illetve a klubnak a problémája van, meg hogy de jó lenne, ha megoldódna, stb., hanem Balázst veszik rögtön így toll végre. Ahova Zsuzsák igazol, csődbe megy. Malacska, Bursaspor. Azt ennyi. Jó, de mi ennek picit örül. Ő boldog, igen. Zsuzsákot meggyőzték a látottak, jó mindent ő és a menedzsere sem láthatott. Nem a pénz miatt ment oda, haha, de azért fog eljönni. Igen. Menjen, azt mondja, hogy Bazsi menedzsere kezdett nézelődni, nyáron lesz nagy bejelentés, azt mondja, hogy Balázs újra nagy csapatban folytathatja Ali Akli Bakli, vagy FC Fung Csui Mui. Az igazán rohadék, tudod, aki úgy drukkol, hogy közben nagyon nem drukkol. Igen. Azt mondja, hogy tulajdonképpen egy magyar légiós egyesület is alakulhatna a pénzéhes, de sehova nem kellő labdarúgóinkból. Sok pénzt keresnének, az arabok is örülnének. De ez vagy Kínába megy valóban, nem azt hallani? Hát, nyilván ez egy picit az ilyen karriertemető, tehát, hogy mit tesz Húszti Szabolcs is, ma nemrég ment tért vissza Kínából, mert onnan azért nagyon nehéz bekerülni a magyar válogatottba, és jó pénzt fizetnek nyilván, de szokták mondani, hogy inkább csak a pénzről szól, nem pedig annyira a labdarúgásról. És végül egy felhívnám Ali bácsi, a klubelnök figyelmét, erre a fogalomra teljesítmény alapú bérezés. Jó, még nem elégedettek a Balázsral, azért azt mondjuk el. Nem elégedettek vele. De van olyan, az ember egy labdarúgó formán kívül van. A legjobbakkal is előfordul. Igen. A hazánk fia, tudod, tehát lehetne neki drukkolni esetleg. Ha már nem megy neki, igen, bántani semmiféleképpen nem kell. Na jó van, hát ők nem kímélnek senkit és semmit. Mi pedig megyünk tovább, játszunk hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Furánk ők egyébként tényleg nagyon. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Kiki vagyok, hello, sziasztok! Szia! Hello! Kiki, hello Kiki, honnan hívtál minket? Győrből. Győrből? Na, az jó. Mivel foglalkozol? Hát, teherautó sofőr vagyok. Éppen Sopronba tartok. Sopronba, mit szállítasz? Hát most jó kérdés, valami vasat. Vasat viszel éppen. Mert zörög. Igen. Kicsit zörög. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, nézem is, szerintem menni fog.
Mennie azt kell! Oké. Okay. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Mi a hivatalos nyelv Argentínában? Jó kérdés, várjál. Ugye? Argentin, spanyol. Az, jó van, jó vagy. Utolsó utáni pillanat. Igen, kicsit kicentisztem. Igen. Jöjjön a következő? Jöhet, igen. Itt szól a második kérdés. Hány szakágra különül el a vívósportág? Hány darabra? Igen, így is mondhatod. Hány darabra? Aha. Több különböző fegyvernemből áll a vívás. Hát nem volt több időnk. Ilyenkor érdemes blöffölni azért, vagy pedig bedobni egy számot. Három. Tör, pár, vagy tör, kard. Látod, ilyenkor nem jön össze a dolog. Mondjad, mit mondtál, nem értettük? Pont hármat akartam. Mondani kell. Be kell mondani valamit, nincs veszteni. Bizonytalan vagy akkor is. Nem is kérdeztük volna meg, hogy mi az a három, csak ha mondod, hogy három, elfogadjuk, igen. Így jártam. Azt még látod, hogy a sportot soha az életben nem néztem. Az annyira nem tudott engem lekötni. Hát pedig akár olimpián is azért jók vagyunk benne, ott azért belefuthattál szerintem, nem? Így van, hát még olimpiát csinálom, inkább a judót azt néztem. Az is nagyon jó. Így van. Az jó. Figyelj, hát Kiki, hát sajnáljuk, köszi a játékot. Jó Fegyek. Utat neked. Köszi szépen, sziasztok. Hello. Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel, csak egy pici szünet jön, és utána már is jövünk vissza, a nap legjobb pillanatai van. 3:40 lesz, pontosan 2 perc múlva itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy Hello Kiki, honnan hívtál minket az első emeletre? Jézus, vártuk. Úristen. Pilis táblánál trafi, a szónok felé haladókat mérik. Aztán M1-es jobb pálya, 54-es kilométer kamion a szalagkorláton, 15 kilométeres a dugós toki küldte nekünk. Trafi a 46-os főúton Gyomendrőd belterületén, valamint M6 Pest felé, 119-es kilométernél a telefonfülke mellé van kihelyezve a trafi, nehéz észrevenni. Szeged után a Kagylós benzinkútnál egy rendőrautóból mérik az autósok sebességét Budapest felé, kaptuk SMS-ben ezt is. Köszönjük, ez az M5-ösön van nyilván, és az M0-áson, miután az M1-esről Tatabánya felől lejöttem az M0-ásra, kb. 10 perc után a túloldalon egy közepes termetű fekete kutya kóborol, úgyhogy vigyázzon rá mindenki. Na! Ugye nem akarod megismételni. Mindig van best of. Nem tudom, Anna, mit vágott, mert mindjárt megnyitom. Azt a részt. Kisbolygó annyit írt. Ajaj. Az álmokfutások benne. Nem volt álmokfutás, csak magamra hajtatok egy gondolatmenetben. Egyfajta gondolatmenetben nem tartottatok velem, és ezt nehezen tudom nektek megbocsátani, hogy itt hagytatok egyedül a stúdióban. Elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a kisbolygóról, ami közeledik, ugye? És egyszerűen Jani letette a kávéját, kiment, levette a fülest, majd követte Feri, Zsüli is kiment, és egyedül maradtam itt a stúdióban. Senki nem tartott velem ebben a kis agymenésben. Biztos, magamra maradtam. Nem, abszolút nem, vállalom. Nem akartunk megzavarni a magunk egyszerűségével. Nem tudtunk fölülni a lóra. Én nekem mi kellett hozzá a koffein, hogy pörögjön annyira fagyom, hogy tudjam követni. Jó, a legközelebb az a nyomorúságos mojrákt, a kocsányos tölgyedet előhozod, úgy megyek ki, hogy vissza se jövök, és itt ültök majd, és a kocsiból hallgatlak benneteket hazafelé, a rohadmányos kocsányos tölgyedben. Bát a széki molyhos tölgy, szavazzatok! Így is, és az alma, az neked smafú, tessék, 20 éve láttam ilyet először, 1986-ban, arról nem tehetek, hogy te szeretett alma. Fölköltöztél ide hozzánk, és mindenre rácsodálkozol. Mi van? Fölköltöztél ide hozzánk? Te fővárosi tahó, te! Feri megérkezett Pestre. Fölköltöztél! És rácsodálkozik egy olyan almára, amire rá van nyomva, hogy állávú. 1986-ban volt ilyen. Hát nem tettek róla. Ezt a pronyó. Mi az, hogy fölköltöztél? I love you felirat van az almán. Hát 1983-ban volt már ilyen, könyörgöm. Azt, hogy te rácsodál dolgozod. Ilove you. És Feri, de aranyos, nézd meg már, mit tudnak csinálni, teszik az almára, hogy ilove you. Hát Feri, basszus, 23 éve láttunk ilyet először. Tehát, hogy ezek már, érted, a holdra is leszálltunk, haló. Te leparasztoztad az összes vidékit, barátaim. Nem, ide hozzánk. Nem ezt mondtam, csak megérkeztél Pestre, és mindenre rácsodálkozol.
Mozog a lépcsőn állatok. Hát vannak fura dolgok, igen. Azt a mindenit. Na. Sárga szekér fémúton. Nézd már, nem is... Kanyhol, odanéd milyen gyors. Nem is lovak húzzák, hogy megy, az már nézd már meg az áramszedőjét. 63-ban volt ilyen alman, mert rá kiszívták a fényét, volt I love you felirat. Mindegy. Megmutatjuk, mivel foglalkoztunk. Ma reggel mondtad, hogy nem voltunk egy hullám hosszon igazából. Nem voltunk ma reggel egy hullám hosszon. Nehezen indult a reggel picit. Volt már korábban is, csak akkor mindig nézzünk. Igen. Na, mutatjuk, hogy mi történt ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. De értettél? Értettél, Csabi, hogy mit akartam ezzel mondani? A halál elvi lehetőségével, ami aztán nem jelenik meg. Mondd, hogy értetted, és menjünk tovább. Kérlek, azt értettem, Csabi, hogy valamit belekevertek a kávétokba ma reggel, de főleg a tiédben. Ja, néha ébredek így, de nem. Nem használok, nem iszom soha a vermutra, meg nem vagy, vagy nem szedek ribotrilt a vermutra, meg nem csak ilyeneket. Akkor viszont lehet, hogy kéne. Lehet, hogy segíteni, igen. Mindegy, nem baj. Hívjuk a nap hallgatóját. De és akkor most hogy, ha... Ne kezd el. Nagyon szépen kérlek. Öled meg a feleséged, ez a lényeg. Most? Melló után is ráér. Jó, kösz. Úgyse igényli már évek óta. Neked ezt mondtam. Láttam az arc. Ő lett a vid. Nem veszi föl. Nem veszi föl. Nem. Hát, ott már volt meteor, nem. Biztos. Oké. Levehetjük, hogy elvehetjük. Nem. Na, Csabikám, mi újság? Ő az. Nagyon jót írt egyébként, ő írta a Miss Szerdát. Vidd, Patrik, vidd, Miss Szerdát, vidd, csak vidd, üdv a férjehezt írt, ez nagyon örült. Szellemes volt, igen. Csabikám, remek zenék, mi újság van, jó lesz? Hozok nektek egy olyan duettet, szeretitek a duettet? Olyat? Persze, hogy ne szeretnénk. Shawn Mendes és Camila Cabello. Az anyja, ők kik? Két fiatal szerelmes. A Shawn Mendes ugye önállóan egy kanadai 18 éves énekes, és a Fifth Harmony egyik énekese a Cabello kisasszony. Az anyja kubai, az apja mexikói, és ők egy Taylor Swift turnén voltak együtt vendégek, és a backstage-ben megírták azt a dalt, amit most szeretnék nektek megmutatni. Az a cím, hogy I Know What You Did Last Summer. Biztos nagyon szép. Nem az, hogy szép, hanem jó. Uh-huh. Nem egy ilyen szerelmes dal, tehát nem úgy duett, hogy akkor én a tiéd, te az enyém. Ez jó, tempós, vidám, fiatalos, úgyhogy nem biztos, hogy nektek való. Egy öltözőben találtak egymásra? A backstage-ben. Ja, az más. Ja, nem tudom, hogy hallucináltam az öltözőt. Hát jól van. Az is egyébként a backstage-ben van az öltöző. Igen. Minden. Feri szereti a duetteket. A Rákóczi Feri és Sonka. A duett a kedvenc székezet. A páros debreceni, érted? A Sonka, Neri, Feri kedvenc színész. Sonka, Neri. Neri, szeret. Egy színész kéne megnevezni, hogy kinek a filmjét nézni szívesen. Sonka, csak Neri. Sonka, Neri. Na jó, van 555-55-00 Csabi telefonszáma, kérjetek tőle dalt, Csabi ezt nagyon szereti, mi pedig jövünk holnap, és pénteken az utolsó órában Patrik ugye még találkozik Miss Péntekkel, és aztán a nagy döntést is meghallgathatjuk holnap, újra összekötjük a két jelöltet, és elindulnak Évízre hamarosan, úgyhogy ez lesz holnap. Jövünk 6-kor, szép napot mindenkinek, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.